Monange egy cigarettát. Esendő testem cigarettázni vágyik. Ma reggel, hogy nem, még rá se gyújtottam. Legyen többet, legalább aztán nyugtom lesz. Jaj, Nikolja. Olyan unalmas ez a sivárság, ez a nyomottság, nem is tudom, mit csináljak. Nem tudom elfoglalni magam. A pulzusomat keresi. Egészséges vagyok. Aj, dehogy is a pulzusát, egy csókot cuppantanék. Milyen pálnás, hát mivel mossa ezeket a kis kacsókat, hogy ilyen patyolat fehérek, micsoda kéz, ha csókoljam meg még egyszer. Na. Ne sakkozzunk. Jó. Nem bánom. 4-1. Vendégeim, igen, csak megérezhettem. Alig, ha nem, ami engem illet, farkaséhes vagyok. Magát nem is kérdeztem. Maga örökösen éhes. Pedig örökké eszik. Egyet. Vádaskodni, ez már igazán egy tréfa dolog. Jó, már kedvesem. Ez már önmagában is azt vagy, hogy nem maga lép. Én megpróbálom. Már lépett is. Jobban tenni, hogy előbb gondolkodna, és csak azután lépne. Én ide lépek. Maga örökösen éhes. Szóval idekegyeskedett. Na nézzük csak. Téhes vagyok, kérem a lázattal, sokára ebédelünk? Nem inném, hogy egy hamar. A szakácsunk tegnap a sárga földig leitta magát az érkezésünk örömére, és most alig áll a lábán. Hamarosan eszünk egy jó villás segélyt. Komolyan, Nikolja, mikor lakik már jól végre? Csak eszik, eszik, vég nélkül. Nem is értem, hogy lehet egy ilyen vékony embernek ekkora bendője. Fantasztikus, ugye? Még az én szobámból is elcsente a fele birogot. Tudja mi ez? Disznóság. Kár, hogy egy ilyen okos nőnek halvány fogalma sincs a gasztronómiáról, mert ugye bár... Hova tetszett lépni? Na, így mindjárt más, mert ugye bár... Aki a hasát nem szereti, az jó ember nem lehet, az erkölcsi torszülött. Hagyja a szellemeskedést, kedvesem, halálosan untat, és nem is áll jól magának. Nem vett észre, hogy sohasem nevetek a szellemeségein? Kegyed lép, votre excellence, és vigyázzon a lovára. Azért nem nevet, mert nem érti az én elmészségemet. Hallgasson, már nem tudok így gondolkodni. Igen is, kérem. Mi bámészkodik maga jön? Mit gondol, eljön ma maga nagy ője? Hát, megígérte. Akkor már így lehetne. Mindjárt 00:30. Mondja, vele is csak úgy. Vagy ezúttal komoly a dolog. Nevezetesen? Mit jelent magának ez a grekob lány? És maga, ő neki. Ezt még nem lehet tudni. Eljárogatok hozzá, megiszom az anyukája egész kávékészletét, sétálgatunk a sötét fasorban, beszélgetünk, én mondom a magamét, ő a magáét, közben leszed egy pihét a galléromról, hát tudja, örökösen tele vagyok pihékkel. És? És... mondani, mi hajlott hozzá, de azt tudom, hogy úgy ebéd után egyszerre nagyon vágyódom utána. És bizonyos jelekből arra következtetek, hogy ő is vágyódik én utána. Mit szóval szerelem? Hát, könnyen lehet. Na, mit gondol, szerelmes vagyok-e vagy sem? Jókat kérdez, ezt magának kell tudnia. Na, nem ért engem. Na, maga lép. Már is. Nem értem magát, Nikoljon, de egy nőnek nehéz is megértenie magát. Ebben a vonatkozásban. Nagyon deréklá. Okos fejecské van. Mit is csinál mostanában? Olvas. És vegyészkedik. Úgy fest a dolog. Tudja, mit Nikolja? Mondja meg ennek a lánynak, hogy jöjjön át hozzám gyakrabban. Ketten együtt majd kitapasztaljuk, aztán vagy eleresztjük békével, vagy komolyan számolunk vele. Hát ha. Maga olyan éretlen, olyan csélcsap, ezért veszem kezembe az ügyeit. Saját tökfejére úgyse számíthat, ez a maga feje. Sokkal velőtte, hol az ész. Füttyög itt, mint egy paraszt. Csodálatos egy nő maga.
Az a lány nem fog átjárni magához. Miért? Mert ez a Platonov folyton így sündörög. Ő pedig látni sem akarja azok után, amiket vele művelt. Platonov a fejébe vette, hogy ez a lány holmi buta liba, és egyszerűen nem lehet kiverni a fejéből ezt a hülyeséget. Neki az a szent hivatása, hogy agyon szekálja ezeket a buta libákat, gúnytűzzön belőlük. Na, lépjen már! Még hogy buta liba ez a lány, Platonovnak egy csöpp ember ismerete sincs. Majd én féken tartom Platonovot. Mondja meg annak a lánynak, hogy ne féljen. De hol marad ilyen sokáig ez a Platonov? Igazán udvariatlanság tőle, rég itt kellene lennie. 6 hónapja nem láttam. Ahogy jöttem magukhoz, láttam, hogy az iskolában minden spaletta zárva. Ezek szerint még alszik a semmire kellő, én is rég nem láttam. Egészséges? Mint a mak. Elpusztíthatatlan. Nem, Szergej Pavlovics. Mi még úgy udvaroltuk a nőknek, mint a legigazibb rovarok. Hittünk bennük, leborultunk előttük. A nemesed embert láttunk bennük. Mert a nő nemesed ember Szergej Pavlovics. Na, ne csaljon! Ki csal? Azt a gyalogot kitette oda? Maga, saját kezüle. Ja, pardon. Mennyire, hogy pardon. És voltak igazi barátaink. A mi időnkben a barátság nem ilyen naív, ilyen haszontalan dolog volt. A mi időnkben még voltak eszmei körök, szellemi társaságok. Mi még tűzbe mentünk a barátainkért. Nagyszerű idők volt. Manapság ebben a szörnyű korban a tűzoltók dolga, hogy tűzbe menjenek a barátainkért, nem? Mikrolya, hülyeségeket beszél. Tavaly télen a moszkvai operában a tulajdon két szememmel láttam, amint egy fiatalember sírva fakadt a zene hatására. Szép dolog, ugye? Egyenesen gyönyörű. Magam is úgy gondolom. De akkor azt mondják meg nekem, hogy a körülötte ülő hölgyikék meg a lovagék miért mosolyogták meg? Min mosolyogták? A mi időkben veszek, meg kellett szégyelni a neves könnyeket. Aj, halálosan unom ezt az édeskés öreget, ki nem állhat? Mi még szerencsésebbek. De maga ásítozik, Szergej Pavlovics. Úgy látszik, hogy untat. Ugyan, dehogy. Csak summázza végre a gondolatai Porfiri Szemjolics. Nos hát, és így tovább. Ha már most summázni akarnám az elmondottakat, mindenből az következik, hogy a mi időnkben még tudtunk gyűlölni és szeretni, következésképp felháborodni és megvetni. Óriási! És ma senki sem tud. Azt hiszem, hogy senki. És azért van ez az egész mai zsákkorosság. Manapság minden olyan tétom olyan érthetetlen lett. Minden a végletekig összekuszálódott, összezavarodott. Alaptalanul beszél így Porfiri Szemjolics. Rosszul leszek, úgy dől belőle a pacsuli szag, hogy menten elájulok. Húzodjon már hátra! Vesztés rá is a pacsulit okolja, csodálatos egy nő maga. Porfiri Szemjolics, nem szép dolog így vádaskodni, puszta feltételezések alapján, a hajdani ifjúság iránti nosztalgiából. Természetesen nem akartam általánosítani, én ezt egy szóval sem állítottam. Szeretném meghallgatni Porfiri Szemjolicsot, fejezzük be ezt a partit. Aztán nem, játszon is úgy figyelj. Elég volt, mondom, már később befejezzük. Vesztésre állok, akkor persze ül a saktáblánál, mint akit oda szegeztek. De mihelyt én állok nyerésre, már is jobban érdekel, hogy mit mond Porfiri Szemjolics. Mindenkinek szónokolni, megzavarja az embert. Lesz szíves visszaülni és folytatni, ellenkező esetben kénytelen vagyok úgy tekinteni, hogy elvesztette a partit. Tekintse úgy. Felírjuk, kérem alássad. A tábornok jön, tehát újabb 3 rubellel. 3 rubel az annyi, mint... De 10 rubel? Ja, igaz is, mikor lesz szerencsém megkaphatni ezt a csekély összeget? Ajaj, uraim! Nem látták maguk a régi szép időket? Bezzeg másképp beszélnének. Akkor megértenék. Á, ezt maguk úgy sem érthetik. Ha megengedi, mi inkább az irodalomnak és a történelemnek hiszünk. Felírjam, vagy méltóztatik azonnal kifizetni volt Rexel az? Hagyjon már, nem tudok odafigyelni. Hát minek odafigyelni? Estig fognak ezek purparlézni. Szerzs! Adjanak a félmondásnak 10 rubelt. 10? Tudja mit, Porfiri Szemjolics? Térjünk át valami más témára. Parancsoljon! Ez a téma nincs ínyére. Tehát a nő egyszerűen nemesebb ember, Porfiri Szemjolics. Úgy van. Nemesebb. Úgy látom, ön szívvel, lélekkel nőpárti. Leborulok előttük, Anna Petrovna. Leborul előttük. És legalább méltók rá? Feltétlenül. Szilárdul meg, amiről győződ, vagy csak bemagyarázza magának? Ez a Szilárd meggyőződése. És ha
Ha csak egyetlen nőt ismernék, magát, az is elegendő lenne ez a szilárd megbízódás. Komolyan mondja, eredeti egyetlen. Romantikus. Meg lehet. És ha az vagyok, önök száműzték a romantizmus urait, jól is tették. De félek, hogy vele együtt száműztek valami mást is. Száműztukat sem, annyi bizonyos, hogy mi már okosabbak vagyunk, hála Istennek, mert okosabbak vagyunk. Ja, ne hasogassa már a fülünket, tegye azt a hegedűt. Jó hangszer. Az a fő, hogy legyenek nagy okosok. Az a fő, hogy legyenek nagy okosok, és folyton folyvást okoskodjanak. A többi megoldódik magától. Okosabbak lettünk a nők dolgában. De a nők dolgában okosabbak lenni az oda vezet, hogy sárba tiporjuk önmagunkat is, meg a nőket is. Ahogy Platonov mondta egyszer nagyon találóan. Biztosan a névnapját ünnepelte és felöltött a garatra. Ezt mondta? Igen, ő szívesen ereszt meg efajta bölcsességeket, de csak azért, hogy valami szellemeset mondjon. Apropó, már rég itt kellene lennie. Szergej, ugye értekültél? Kétszer is. Én maguknak majd szavukat sem hiszem. Tilecki, eredjen, szaladjon el valaki Platonon. Terítessek is! Majd én megtanítom. Itt látnak szemeim! Ő, mit sem a jelenség! Ebből miért esély lesz? Igen, főjége! Sofit nem látok! Sofit? A felesége, mert Sofia nyegonul! Parancsolja, csak én utána fiatalok! Köszönj mindenkit! Üdvözlöm! Nagy méltóság! Szerintem rossz ember. Szabad itt megvárakoztad a bennünket? Tudhatja, milyen türelmetlen vagyok. Végre kimozdultunk otthonról. Hála néked, mennybéli úristen! 6 hónapig nem láttunk se markettát, se fotelt, az egész teret átaludtuk a barlangunkba, mint a medve, és csak ma bújtunk elő. Szerget Pavlovics! Szerget Pavlovics! Megnőttél, testesebb lettél, meg egyáltalán az ördög tudja! Alekszandra Ivanovna, uramisten, hogy kigömbölyödött! Egészséges, megszép! Morfis, szemjöri! Csak kis kólya! Elhagyom! Szergej Pavlovics! Uram egek! Nem ismerek rá! Hová ett a haja? Szép hímzett inge a láktenorja! Na, mondjon már valamit! Ki vagyok? Trubadú! Basszus! Kéretes basszus! Micsoda hőség? Szása? Orrontod, amit én? Orrontom. Ember szagot érzek. Csodálatos illat. Legalább 100 éve nem láttuk egymást. A fene érti, hogy lehet ilyen hosszú a tér. És ott az én régi fotelem. Megismered, Szása? Hát. 6 hónappal ezelőtt éjjel-nappal ebben üldögéltem, és közben meghánytuk, vetettük a világ sorát a táborokné asszonnyal. És én sorra elveszítettem a te szép, kifényesített 10 kopekeseidet. Micsoda hős! Hogy kigömböljöttek. A boldog vidéki nép. Hogy ért, hogy volt Mihály Vasilyics? Szokás szerint gyalázatosan. Az egész telet átaludtam. 6 hónapig az eget sem láttam. Ettem, ittam, aludtam. Mindre ide olvastam a feleséget. Szóval gyalázatosan. Jól megvoltam. Csak persze unalmasan. Nem unalmasan, hanem borzasztó unalmasan, szívecsem. Nagyon hiányoztak nekünk. Most legalább hasznát veszem a szememnek. Anna Petrovna, végre láthatom ezután a hosszú, nyomasztó sivárság után. Ez egyszerűen megengedhetetlen fényűzés. Na hát ezért megérdemel egy cigarettát. Aha.
Merci. Tegnap érkeztek? 10-kor. 11-kor láttam, hogy világosságról van buknál, de nem akartam zavarni, bizonyára fáradtak voltak. Mi? Miért nem jött be? Éjjel 2-ig fecsegtünk. Na, az ördög vinni el, ilyen az én memóriám. Miért nem szóltál elő? Miért? Sergej Pavlovics. Nos. Egy kukkot se szól és megnős. Igen. És még csak nem is említ. Nem. Én egészen megfeledkeztem róla, ők meg nem szólnak. Én is elfelejtettem, annyit beszél. Gratulálok, Sergej Pavlovics. Szívből kívánok minden jót. Köszönöm. Engedelmével. Ásó, kapa, fiatalember. Sergej Pavlovics bámulatba ejtett. Nem vártam öntől ilyen elhatározást, mint több elszántságot. És csak úgy ugyuk-fuk-fuk. Ki hitte volna, hogy ilyen eretnekségre vetem? Na, mit szól hozzám? Csak úgy ugyuk-fuk-fuk. Én sem hittem volna magamról, hogy ilyen eretnekségre vetemetem. Egy szempillantás alatt tető alá hoztuk a dolgot, barátom. Beleszerettem, és elvettem. Beleszerettelig minden télen eljutott el. De most itt a nagy lépés. Elvettem. Egy szóval, kötelékkel övezé föl magát, ahogy a papuk mondja. Mert a feleség a legszörnyűbb kötelék. Valóság a gúzsba köt. Mert a buta. Ajaj. Talált magának állást? Kínálnak az algimnáziumban. És nem tudom, mit tegyek. Nem akarok algimnáziumban tanítani. Fizetés is kevés, meg egyáltalán. De elfogadja. Még nem döntöttem, alig ha. Aha. Szóval továbbra is csak éli világát. Hány éve is, hogy elvégezte az egyetemet? 5, ugye? Igen. Bözög. Jól el kéne páholni magát. Majd szólok is a feleségének. 5 évet csak úgy elputyázni. Na, hagyjuk ezeket a bölcs témákat ebben a hőségben, az ásítás kerülget. Miért ilyen későn Alekszandra Ivanovna? Nem értünk rá. Misa kalitkát javította, én pedig templomban voltam. Misa megboldogult édesapjának van a nevenapja. Újra témát hoztam. Mikor is halt meg az édesapja, Mihály Vasilics? 3 éve, vagy 4. 3 éve és 8 hónapja. Csak nem. Uramisten, hogy repül az idő? 3 éve és 8 hónapja. Mint ha csak most beszéltem volna vele. Jó ember volt az édesapja. Nagyon jó szívű ember. Nem annyira jó szívű, mint inkább hebe úrja. Nagy ember volt a maga nemében. Én tiszteltem. Nagyon jóban voltunk. Én nem dicsekedhetem ezzel. Sőt, egyenesen ellenségek voltunk. Én nem tiszteltem, mi haszna embernek tartott, és mindkettőnknek igaza volt. Nem. Nem szerettem. Már csak azért sem, hogy olyan nyugodtan halt meg, ahogy a becsületes emberek szoktak. Igazi orosz alávalóság. Gazemberkedik egész életében, és még csak nincs is tudatában. Mihály Vasilics! Halottakról vagy jót, vagy semmit. Nem. Halottakról vagy semmit, vagy igazat. De inkább igazat, mint semmit. Ez mégiscsak tanulságosabb. Én úgy gondolom, hogy a halottak már nem szorulnak rá az elnézésre. Áááá! Az én aranyos rokonai! Ő nagy méltósága, udvari sarlatánja! Argentum nitricum, aquidesilate! Jaj, de örülök, hogy látlak! Egészséges, tündöklik, ragyog, illatos! Ördög, vigyázz, te Mihajlónak! Micsoda bika, ez egy valódi bika! Új, csak úgy árad belőled a parfüm! Az egészséged? Hát köszönöm, Alássa! Okosan tettétek, hogy eljöttetek! Na! Mi a nagy helyzet, Mise? Hol? Hát... Természetesen nálad? Nálam! Ki tudja azt? Hosszadalmas volna elmesélni, meg aztán
Nem is érdekes. Hol nyilatkoztál meg ilyen divatosan? Pompás frizurád van. Bizonyára elkérnek érte egy rubelt is. Hogy nem borbéllyal vágatom a hajam. Arra valók a hölgyek, akiket viszont nem a frizurám ért így azon. Kedves Gerasszik Kuzmics, mi a véleménye arról a gasztronómiai alapkérdésről, hogy Anna Petrovna igazán adhatna már nekünk valamit enni, nem? Várjon, Trilecki, mindenki tud várni, várjon maga is. Ennek a nőnek halvány fogalma sincs étvágyunk mértéke felől. Fogalma sincs róla, hogy mi ketten, de főleg ön, alig várjuk már, hogy végre essünk valami farkas ihes, ugye Gerasszik Kuzmics? Na, de őszintén? Jaj, nem is enni akarsz, te csak örülsz a hőbörökhez. Nem bírod, az emberek nyugodtan ülnek 5 perc. Nem bírom, ha éhen akarják veszíteni az emberiséget, Dundika. Most valami szellemeset mondtál, ugye? Vagy hogy senki nem nevet rajta. Jaj, de unalmas egy népség! Jaj, de unom! És milyen pimasz, rémes, na várjon maga szörnyű ember, adok maguknak el. Rég megtehette volna. Tényleg nem ártana. Mégis egészen megijesztem. Hány óra? Igaz is, de hol a feleségem? Patronok még nem is találkozott vele. Szeretnél összeismertetni őket, megkeresem. Úgy megtetszett neki a kert, nem tud megválni tőle. Szergej Pavlovics? Igen? Tudja mit? Nem utasson be a feleségének. Kíváncsi vagyok, megismere még. Valamikor ismertük egymást utólag. Ismerik egymást Szonyával? Már régről. Azt hiszem még diákkorunkból. Szóval nem utasson be neki, és egy szót se rólam. Jó, ez az ember mindenkit ismer, hogy mikor jut ideje ennyi ismerettsége. Jó. Várj, hogy elfogoltam, milyen kedves. Ez aztán a meglepetés. Jó napot, Nikolaj Ivanics. Szabad a köpönyegét? Hogy van? Egészséges? Még egyszer Isten hozta, jól van? Mint mindig. Jó napot, uraim! Anna Petrovnát itthon találom? Itthon? Isten hozta, Mária Jefimovna! Jó napot, Porfiri Szemjonovics! Szörnyű ez a hőség! Nagyon! Szabad a kacsóját? Ja, igazán ne csókoljon kezet nekem! Zavarba hoz! Nem szeretem! Pardon! Hódolattal köszöntöm. És mint? Kezét? Hagyja! Miért nem vagyok méltó rá? Nem tudom, méltó-e rá vagy sem, de biztos nem őszinte. Még hogy én? Miért ne volnék én őszinte? Honnan veszi ezt? Nem csókolna kezet, ha nem mondom, hogy utálom a kézcsókokat. Maga mindig abban leli örömét, amivel bosszanthat. Ez most a kivétel, amely erősíti a szabályt. Eredj már! Mila! Hogy áll a poloska éterrel? Milyen éterrel? Úgy hallottam, poloskákból igyekszik étert nyerni, gazdagítani akarja a tudományt. Nagyon szép dolog. Maga örökösen csak tréfel. Úgy van, örökösen csak tréfel. Hát eljött Mária Jefimovna, hogy van a kedves mamája. Hogy elpirult, bizonyára melege van. Miért nem hagy békén engem? Beszélni szeretnék magával. Nagyon régen nem beszélgettünk. Miért haragszik rá? Ne legyen már olyan haragtartó. Látom, azonnal kitör magán a rossz indulata, hogy meglát engem. Nem értem, miért zavarom magát. Igazán igyekszem a kedvében járni, ha csak lehet kerülöm. Ha Nikolaj Ivanics nem adja a becsület szavát, hogy maga nem lesz itt, el se jövök. Miért hazudott? Nem szégyeli magát? Hazudtál, Nikolaj! Szégyeld magad! Úgy látom, mindjárt sírva fakad. Sírjon, csak az jót tesz. A könnyektől néha megkönnyebbül az ember. Egy hülyén viselkedsz, hülyén, nem látod? Hülyén,
Ha ez még egyszer előfordul, ellenségek leszünk. Te hogy kerülsz ebbe a pakliba? Miért viselkedsz? Nem is tudod, mit művelsz! Egyetlen dolog ez, Mihály Jóvasz! És ha szeretem például a kokáért? Szeresd, igazán lekötelezni. Beszélsz össze-vissza! Köszönöm. Kimerültnek játszik. Persze 20 versze annak, aki nem szokott hozzá. De úgy! Mi lehet a Mária Efimovna? Semmi. Én is gyakran elsírom magam hosszúutazás után. Felmondják a szolgálatot az idegeink. Kérje a bocsánatot, Mihály Vasilyics! Ugyanmi? Mit kérdezik? Kövess meg, különben hazamegyek, kérj bocsánatot! Egyszerűen követelem. Csúnyán viselkedik. Ezt nem vártam itt. Nem hallott, ez szégyentelen. Kérj bocsánatot! Értem. Már is. Bocsásson meg, Mária Efimovna. Elfelejtettem előre beszélni ezzel a... Én vagyok a hibás. Mária Efimovna? Mit óhajt? Bocsásson meg. Nyilvánosan megkövetem. 50 mágián égek a szégyen. Nyújtsa a kezét. Esküszöm a becsületemre, hogy őszintén kérem. Béküljünk ki. Ne duzzogjon már. Szent a béke? Szent. Rilecki! Miért megy utána? Nem minden nő szereti, ha látják a könnyeit. Én nagyon tisztelem a nőkben ezt az érzékenységet. Maga jóformán semmit sem mondott neki, és elég egyetlen célzás, egyetlen szó. Nem szép magától, Mihály Vasilyics. Nem szép. Bocsánatot kértem Anna Petrovna. Jön! Végre valahára Szofiát is bekergette a hőség. Nem tudok betenni a kertünket, még a hőségről is megfeledkeztem, kérde. Szabad a kacsóját? Jaj, ne hagyja, nem kell! Nem kell. Megbánt, kérem. Én a férje urát a karomban hordoztam, amikor még totyogom kispapa volt. Én kérem, szinte a házhoz tartozom. A hölgyek iránt pedig, akik a családba bekerültek, a legmélyebb hódolattal viseltek. Kegyelem szépségével egy festményre emlékeztet engem. Még egyszer kértem, szabad a kacsóját. Hát, ha ennyire ragaszkodik hozzá. Ó, asszony, asszony, mondta Shakespeare, és nagyon tévedett. Azt kellett volna mondani, a hajaj, ti asszonyok, ti asszony. Hol van Mária Efimovna? Lekísértem a kertbe, hogy szellőztesek ki a rossz kertbe. Valamelyik van. Jöjjenek át hozzám, Zsófia Jegorovna. Remélem tetszeni fog. A kert még szebb, mint a maguké, a folyó jó mély. Pompás lovaim vannak. Átkocsizunk magához az egész díszes társasággal. A helybeli tanító. A nevére nem emléksz. Merre is kell magához menni, Porfiri Szemjonics? Jusznovka felé? Nem. Arra nagy kerülő. Nyílegyenes Platonovkánál. Jóformán Platonovkában lakom, két versztányira onnan. Platonovka, azt a falut én is ismerem, meg van még? Hát hogy ne volna meg? Valamikor ismertem az ottani földbirtokos Platonovkát. De Szergej, nem tudod, hova lett ez a Platonovka? Azt hiszem, a kereszt nevére nem emlékszem véletlenül. Valamikor én is ismertem. Ha jól emlékszem, Mihailnak hívják. Mihail Vasilyics. Igen. Igen, így hívják, Mihail Vasilyics. Valamikor ismertem, még diákkorában, jóformán gyerek volt. Ne nevessenek, én nem mondtam semmi szellemes. Ismerje már fel végrád, majd elepedt szegény a türelmetlenségtől. Igen, ő az.
Miért nem szól Mihály Vaszics? Csak ugyan maga az. Szofia Jegorovna. Hát nem ismer meg. Minden csoda. 6,5 éve már megvan 7 is, és nincs az a patkány, amelyik úgy szét tudná rágni az ember ábrázatát, mint ez a 7 utolsó év az enyém. Most ismerem csak meg, hogy megváltozott. Engednek, hogy bemutassam a feleségét, Alekszandra Ivanovna. Egyszer, mint a páratlanul bölcs férfiú Nyikolaj Ivan is testvérünk. Nagyon örvendek. Szóval megnősült? Régóta? Ja, persze. 7 év. Csodás fickó maga Platonov. Az orrát se dugja ki a falujából, mégis mindenkit ismer. Ajánlom őt a figyelmedbe, Szofia, nagyon jó barátunk. Azt hiszem, ezután a lelkes ajánlás után bátorkodhatom megkérdezni Szofia Jegorovna. Hogy mint? Hogy szolgál az egészsége? Köszönöm, megvolnék, csak hát az egészségem az nem valami jó. És maga hogy van? Mit csinál mostanában? Furcsán kibabrált velem a sors. Alig ha sejthettem volna, hogy így alakulnak a dolgok, amikor maga még egy új Byront látott bennem. Én magamban pedig egy eljövendő fontos minisztert, de legalábbis egy új Kolumbusz Kristóf. Falusi tanító vagyok, Szofia Jegorovna. Ennyire vittem. Maga? Igen. Én. Hát ez hihetetlen. De miért? Miért nem vitte többre? Alig ha tudnék egy mondattal válaszolni a kérdésére, Szofia Jegorovna. Na de az egyetemet elvégezte. Nem, félbe hagytam. Hát attól még helytállhat. Nem igaz? Bocsássad meg, nem értem a kérdését. Talán nem fogalmaztam elég világosan. Tudjátok, ez nem akadályoz. Értem, hogy dolgozik. Küzd a szabadságért, a nő emancipációért. Ez nem akadályozza meg abban, hogy magasztos eszméket szolgáljon. Mi például járunk a nép közé. Igen. Gyógyítjuk meg, tanítjuk a parasztokat. Hogy akadályoz le. Mit is feleljek erre? Nem, nem akadályoz. Miért is akadályozna? Engem nem akadályozhat semmi. Tudja, mi vagyok én? Fekvőkő. Legfeljebb én akadályozhatok másokat. Én társalgunk, maga pedig újságot olvas. Mit mond? Azt, hogy társaságban ne olvasson, viselkedjen tisztességesen. Mi van? Mit akar a tisztességgel? Úgy látszik, meg kell tanítanom rá. Engem? Engem akar maga tisztességre tanítani? Miért ne? Hát kicsoda maga fiatalember? Mert én a társadalom polgára vagyok. És hasznos polgára. De kicsoda maga? Egy ficsorocska! Egy lecsúszott földbirtokos, aki szent hivatást vitorol, tanító, amihez egy mák szemű jogasítvet veleig romlott ember. És maga beszél nekem a tisztességről. A társadalom polgára. Akkor megvan a véleményem a társadalom polgárairól. Akkor ez egy becsmérlő kifejezés. Nem szeretem az e fajta beszédet, különösen akkor nem a Platonov mond ilyeneket. Az ilyesmi mindig rosszul végződik. Hogy mert maga velem így beszélni? Valamivel több évet megéltem, mint maga barátocskám. A 6. X-et taposom, hála Istennek! Nagyon örvendek, és mi következik ebből? Majd ha maga is annyi idős lesz, mint én fiatal ember, akkor rá fog jönni, hogy az életet lélni nem tréfa dolog. Az élet harapós ám! Mi összefüggés lehet maga meg az élet között? Megmagyarázom!
amikor az ember megszületik, három életút között választhat, mert más választása nincs. Ha jobbra mégy, fölfalnak a farkasok. Ha balra mégy, te falod föl a farkasokat. És ha egyenesen előre, önmagadat falod föl. Mondja csak! Tudományos vizsgálódás, netán tapasztalás útján jutott erre a következtetésre. Tapasztalás útján. Tapasztalás útján, mintha csak az apámat hallanám. Nem hiszek a maguk bölcsességében, ahogy leegyszerűsítik. Egyszerű szavak vagy önöszönik a bonyolult dolgokat. Én is jó barátja voltam az édesapjának, Mihály Vasilyics. Ki nem volt neki jó barátja? Szóval nekem sem hisz. Magának sem hiszek, Porfiri Szemjonics. Köszönet az őszinte szókért, kedves fia, ezért az őszinteségért még jobban fogom szeretni ezt. Túlontúl iszékenynek kéne lennem ahhoz, hogy hinni tudjak az eféle kövületeknek, akik csak azért ártatlanok, mert nem csináltak se jót, se rosszat. És közben egész életükben egy tálból cseresznéztek mindenféle barmagokkal, meg prostogokkal. Hát nem akarja abba hagyni. Azt hisz joga van hozzá. Csak az egész napunkat. Nehéz az igazságnak, meg a becsületnek ezekkel a bajnokaival. Mindenbe beleütik az orrukat. Azt hiszik, minden rájuk tartozik. Platonov, ne felejts el, hogy ha vendégek hajba kapnak, az a házigazdának kínos. Na, de nem is van, éppen ezért ettől a perctől kezdve általános csit. Hát én... Béke, csend és egyetértés. Az ember körülnéz és elgondolkodik azon, amit lát. Egyszerűen rosszul lesz. Nyugodjon meg, Platonov. Megint kezdi a tavalyi históriát. És én ki nem állhatom az ilyesmit. Na jó. Jó. Ki az? Kont Glagoljev. Micsoda ceremónia. Jöjjön be! A fia van itt, Porfiri Szemjonics. Ja, hogy kerül ide? Vissza külföldön van. Kirill Porfirics, az igazán kedves magától. Vidám. Vojnice. Jó napot, Vojnice. Platonov, Petrin, Trinecki. Jó napot. Na hát ez a csodabogár Platonov is itt van. Csoda hőség van Oroszországban. Egyenesen Párizsból jövök. Mi legyenest? Francia földről. Maga nem hiszi? Nemesi becsület szavam, de csak éppen a bőröndömet pakoltam le otthon. Na hát, hölgyeim és uraim, Párizs, micsoda város. Foglaljon helyet, kedves francia. Jaj, de nem meddigségbe jöttem, csak egy pillanatra. Apámmal szeretnék néhány szót váltani. Nos? Hogy képzeled ezt? Mit? Most veszekedni akarsz? Miért nem küldtél pénzt, amit ott jöttem? Otthon megtárgyaljuk. De miért nem küldtél pénzt? Viccelsz? Nekem minden csak tréfa? Hölgyek meg, hölgyeim és uraim! Lehet külföldön pénz nélkül élni? Hogy érezte magát Párizsban? Üljön le, Kirill Porfirics! Apám jó voltából egy árofog kefével tértem haza. 35 táviratot küldtem neki Párizsból. Miért nem küldtél pénzt? Nem mondanád meg? Kirill, ne rendezz botrányt! Most pirulsz, mi? Szégyek közel! Csillap! Adj pénzt! Adj pénzt, és már itt sem vagyok. Csillapot! Most, rögtön ne húzzuk az időt, sietek. Hová sietünk? Ráér, mesélj nekünk valamit az útélményeiből. Tálalom! Akkor menjünk a... Enni! Hurrá! Maga mit csinál? Elképesztő. Csúk arcátlanság. Jöjjön, Párizs. Ez finosság. Ne fortyogjon, nem érdemes. Porfiri Szemjonics, Gerasim Kuzmics. Parancsoljon a asztalhoz. Megengedi? Milyen csodálkozol a te kisbeget? Persze magának az ismeretlen világ. Reménytelen jól lakott hülyék világa. Bizony, Szofia Jegorovna. Nos, akarod?
Muszáj neked megősülni? Nem tudom. Kérdés, hogy ő akarja látni. Más kérdele nekem nem jó. Beszéljek vele. Majd én magam. Én magam is meg tudok ősülni. Milyen szép. Az orra, a haja, a régi szín, a régi frizura. Hányszor csókolgattam a haját. Hát már olyan öreg vagyok, hogy beélem az emlékekkel. Élni kell, még élni. Mit burkál itt? Jöjjön, igyunk Szofi egészségére. Na? Elnézem a feleségét, és gyönyörködöm benne. Csodálatos asszony! Burokban született maga! Tény, elismerem. Boldog vagyok. Talán nem a szó teljes értelmében, de minden esetre nagyon boldog. Régóta ismerem őt. Úgy ismerem, mint a tenyeremet. Most is szép, de milyen szép volt. Kár, hogy nem ismerte őt akkoriban. Csodálatos lány volt. Igen. Szeme. És a haja. Csodálatos volt. És ott az én kis Száskám, az én kis falusi asszonykám. Alig látszik ki a motkás kancsó mögül. Bocsáss meg, ha indiszkrét vagyok. Boldog vagy mellett? A család. Tudod, testvér? Azt hiszem, hogy ha elvennék tőlem, én végképp elvesznék. A családi fészek, majd te is rájössz, csak az akár, hogy nem kutyálkodtál eleget, így majd nem fogod tudni értékelni a családot. Én az én Száskámat egy millióért oda nem adnám. Úgy összepasszolunk, hogy nem is lehetne jobban. Ő butáska. Én meg semmire kellő vagyok. Na, te lezabáltad magad? Kolosszálisan. Degeszrettem magam. Na, gyertek gulmárok, ígyunk egyet a házigazdájék érkezésére. Áj, te élet, emberi élet. Voltál ma a betegeidél? Tudod, mit Pisár, mondok én neked valamit egyszer is mindenkorra. Hagyj békén. Meguntam az örökös leckésztetésedet. Hogy nem bánom, jelölj ki egy időpontot, és akkor tarts nekem előadást az erkölcsről. Egy órát rátszállok naponta, sőt, kapsz óránként egy rubert, reggeltől estig. Hagyjuk az erkölcsi ügyeket a pokolba ezzel az örökös moralizálással. Igyunk a barátságunkra, barátaim. Az a fő, hogy akiket én szeretek, éljenek jó egészségben. Ti, meg az én Szonyám, meg a mostoha anyám, ti vagytok az én életem. Iszom mindenre. Kiiszom a világ összes vodkáját. Rég nem voltam részek, be akarok rúgni. Ohó, ez aztán a barátság. Gyönyörű hármas fogat. Befogom a három szürke lovamat. Barna lovamat? Folytassuk konyakkal, fiú. Gyerünk enni, tányérnyaló! Barátság. A szerelemben mindig szerencsés voltam, a barátságban soha. Ti is csak aztán a végén megbebánjátok a velem való barátságot. Ígyunk arra! Minden barátság szerencsés alakulására a miénkére is. Legyen a mi barátságunk vége is olyan szélcsendes, békés, nyugodt, mint amilyen a kezdete volt.
Hogy maga ez lezedegesse, mit művel, mi? Nagy Isten! Észre se lett öreg! Hát hogy vagy? Te ló, te kanász, te! Mulatságos egy ember vagy! Esküszöm, mulatságos! Na, ott van! Ja? Van neked egy csőt teszed? Na! Na vágja pofámba, látod milyen kártékony ember vagyok! Majd más pofám vágja. Én nem állok oda verekedni. Ó, inkább megölni. Mi? Halljon okos, vagy ölj meg! Ne egyedül! Ne csapatostól gyertek rá! Köpj a pofámba! Mert én kártékony ember vagyok. Nem kötök. Most mit kötözködik? Nem köpsz a pofámba? Szóval félsz tőlem? Na, térdelj le előttem. Nem hallottad, neked beszélek, falnak beszélek, én nem hallottad, térdre! Bűnt vesz magára. Öjj! Oszip Ivanics, bűnt! Nem tetszik, szégyezt térdre felni. Nekem kedvemre van. Frankos úr, létedre térdesz a zsivány előtt! Na, most pedig kiálts hurrát. Hurrá! Ahogy a torkodom ki! Hurrá! Tűnjél! Na, mit akarsz? Keresni miért összatott a kocsmában. Kérdezősködött felőlem a kocsmárosnál, hát eljöttem. Ja, ismered Platonovot? A tanítót? Azt, a tanítót. Mennyire készítenéd ki? Hogy tetszik ezt érteni? Nem kell megölni, csak kikészíteni. Embert ölni nem szabad. Törd el valamit, vagy csúfítsd el a pofára, hát mit tudom én? Na, mennyiért vállalod? Gyere, húzódjunk a bokorba! Mi áll a fejed? Nem is tudom. Nem vagy ott, hogy segítsek. Azt hiszed, nem tudnék segíteni. Titkaid vannak, Szofi. Titkaid a férjed előtt. Hát miféle titkaid? Nem tudom, mi van vele. Ne kínozd magad fölöslegesen, Szerke. Ne törődj a rossz kezemmel. Szergej, utazzunk el innen. Utazzunk el? De hát miért? Ez szép hely, egészséges, vidám, de utazzunk el. Jó a szabadatát, hogy nem forgatózol. Holnap elutazunk. Holnap már itt se vagyunk. Unatkozol itt? Megértelek, ezek a Gragoljevek, meg Petrinek. Nem tettünk semmiről. Ne bántsuk őket. Hogy honnan van bennetek nőkben ez az örök unatkozás? Mire való ez? Itt van például Platon. Alig állsz szóba vele. Értelmes, tehetséges ember. Beszélgess vele. Szabadon, vidáman, merészen, és beszélgess mamannal és a doktorral. Beszélgess velük, ne nézd le őket. De... Tessék! Megyek! Gyere, holnap elutazom. Ha csak addig meg nem fogod. Jövünk. Maga itt van, Sofia úr. Magányosan. Igen. Kerüli a halandókat? Miért kerülném őket? Semmi baj a velük, és nem zavarnak. Úgy. Megengedi? Tessék. De ha nem kerüli az embereket, engem miért kerül? Miért? Kérem, engedjenek, hogy befejezzem, nagyon régen szeretnék beszélni magával. Kerül, sőt, rám se néz. Mit jelent ez? Eszem ágába sincs, hogy kerüljem. Honnan veszi ezt? Ha belépek, átmegy a másik szobába, ha kijövök a kertbe, bemegy a házba, ha megszólítom, válaszra sem méltat, vagy kifizet egy sivár száraz igennel, azután fakétni, hogy... Valami furcsa értetlenség támad köztünk. Hibáztam? Bevallom, valóban
kerülöm valamelyest. Kerül? Bevallja. De miért? Mi oka van? Nagyon kell, hogy ne kiabáljon, illetve ne beszélj olyan hangosan. Ki nem állhatom, hogyha kiabálnak velem. Tulajdonképpen nem is magát kerülöm, hanem azt, hogy beszélnem kelljen magával. Nocsak. Egy diák szeretett egy kislányt, egy kislány a diákot. Ősrégi, banális história. Nem is érdemes a szót vesztegetni rá. Egy nyár volt, vakáció. Nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. De hát nem is erről van szó, hanem másról. Amikor a régi dolgokról beszéltünk, úgy beszélt róla, mintha kérne valamit. Mintha akkor adósa maradtam volna, és most meg akarná kapni, ami jogosan megilleti. Úgy éreztem, hogy valamiféle kötelezettségemre figyelmeztet, amit a hajdan ismeretségünk ró ránk. Furcsán néz, kiabál, megragadja a karomat, állandóan a sarkamban, már mire való ez? Ki vagyok én? Már kezdem azt én, hogy az alkalmas pillanatra vár, hogy kihasználja. De mire? Befejezte. Merci az őszinteségért. Mihály Vasszis, nem kell mindjárt megsértődni. Én nem akartam bántani. Á, ezzel nem az a baj, hogy torkig van velem, hanem fél tőle. Gyáva? Fél Szófia Jegorovna. Soha se féltem, és eszemágába sincs félni. Hol van a maga híres karaktere? Hol a józan értelem ereje, hogyha az első útjába kerülő férfiban, aki egy csöppet is kevésbé banális, mint a többiek, már is veszedelmes vetélytársat lát a maga Szergej Pavlovics számára? Csak azért kerestem a társaságát, mert okos, értelmes asszonynak tartottam. Micsoda önteltség? Üldözik? A sarkában vannak? Fogdossák a kezét? El akarják ragadni a férjétől szegényként? Platonov szerelmes magába, az a különc Platonov. Micsoda szerencse? Maga a boldogság. Nevetséges. Platonov maga megőrül! Teljesen össze akar zavarni. Elviselheti. Megyek és beszélek. Utána nem kapom meg a többit, ellopott magától 100 eurót. E felől nyugodt lehet. Szóval, hogy mondta, nem jól hallottam, mondja még egyszer. Nem hallotta? Megismételhetem. Mondja csak, mondja szépség. Nem vagyok szépség. Aki ilyet állít rólam, annak nincs ízlése. Na őszintén, ugye csúnya vagyok. Maga szerint? Majd később felelt rá. Először mondja el, amit akar. Hát ide figyeljen maga, vagy rendkívüli ember, vagy gazember, de egyik a kettő közül. Szóval nevetezem, nevetséges is. Ezt jól megmondta. A kis liba. Nézzenek oda. Már megbocsás. Férfiba bírókra pályázik, filozofál, vegyészkedik, mindenféle bölcs mondásokat forog. A lenézett kis nő. Eredeti kis liba. Már megbocsás. Mi ez? Én egy szóval sem mondtam. Miért csókolt meg? Egy szóval el akart képeszteni, hadd lássam, milyen okos, igaz? Most meg hogy zavarba jött? Hogy zavarba jött? Milyen buta képet vág? Hajjaj! Maga szeret engem? Igen? Szeret? És te. Te. Szeretsz engem. Igen. Úgy szeretsz. Különben nem viselkednél így. Szeretsz. Egy csöppet sem, drágaságom. Nem szeretem én az ilyen butalibákat, Isten bűnömül ne vegye.
Egy kis butuskát szeretek, de azt is csak úgy. Unalmammal. Ki gúnyol? Még csak mentem, pofonvág. Büszkén vagyok önnál. Nem piszkolom be a kezemet. Megmondtam magának, tisztelt uram, hogy vagy rendkívüli ember, vagy gazember, de most már azt mondom, hogy rendkívüli gazember. És megvetem. És just sem fogok sírva fakadni. Örülök, hogy végre rájöttem, miféle madár valójában. Krúgatnak a darvak. Mit keresnek itt ilyen korán? Nikolaj Ivanics, ha egy csöppet tisztel engem és önmagát, szóba ne álljon ezzel a gazemberrel. Bekönyörgöm, hiszen ő az én tisztelt rokonom. És barátja? És barátom. De engem végig sértettek. Végig sértettek. De nem fogok sírva fakadni. Büszkép vagyok önnel. Maguk mind valami Hamletnek nézik őt. Tessék, gyönyörködjenek benne. Legyenek csak jóban. Mi közöm hozzá? Nem kérek ki magától semmit. Megvacsoráltál? Egy falatot sem ettem. Mihály Vasszics, igazán béké hagyhatnád már ezt a lányt. Én nem szakhatatok két felé, hogy az egyik felemmel tiszteljelek, a másikkal pedig igazat adjak ennek a lánynak, aki legazemberezett. Hát ne tisztelj, senki nem kérte tőled, hogy két felé szakadj. Már hogy ne tisztelnélek, te nem tudod, mit beszélsz. Akkor nincs más hátra, mint hogy ne adj neki igazat. Nem értelek én téged, testvér, mit eszel ezen a libán? Nem buta liba, ez barátocskám, csak alkalmas áldozat szegény. Szükség van bűnbakra, céltáblára, valakire, akiben bele lehet marni, aki ki lehet tölteni az aljasságot. Miért ne ő rajta? Éppen megfelel, gyenge, védtelen, szinte a butaságig megbízik benned, felnéz rá, tehát... Értem én ezt az egészet. Na. Na, menjünk inni. Tisztesség! Előbb a tisztességről szólokol, vádbeszédet mond, aztán na, gyerünk ki! Lobogó szeretettel tudnálak szeretni, ha csak egy napig, de hogy egy napig, 5 percig valamiféle elvek szerint tudnál élni. Legyenek akár a legsilányabb életek. Nem tudjuk mi átformálni a lényünket, testvér. Tegnap előtt pajtás, tudod, az egyik hölgyismerősömnél, korunk híres embereinek albumát nézegettem, a portrékat, az életrajzokat. És tudod, mire jöttem rá? Hmm. Nem vagyunk benne. Se te, se én. Lapoztam előre-hátra, és nem találtam magunkat. Mihály Vasszics, lasciate ogni speranza, mondja az olasz. Nem találtam magunkat, de nem izgat. Bezzeg Szofia Jegorovna, őt izgatja. Hogy jön ide Szofia Jegorovna? Vérig van sértve, hogy nem szerepel korunk híres emberei között. Azt hiszi, a kis ujját mozdítja, és már is az egész világnak tátva marad a szája. Nem érek figyinket se. Egy jégcsap, gipszobor. Az embernek kedve szottyadna oda menni hozzá, és letörni egy darabot az orra végéből. Aztán elég egy szó, és már is jön a hisztéria, a könnyek, a sóhajtozás. Ennyi erő sincs benneni. Engem lenéz. Semmire kellőnek tart, pedig mennyivel jobb az ő szerjozsenykája, mint te vagy én. Mennyivel? Legfeljebb, hogy nem vedeli a vodkát. Ma menjünk inni. Nem megyek, füllet ura bent a levegő. Jó. Akkor megyek egyedül. Hőmértóság a self-made group. Vesze 3 rubel. Hát ez elfelejtő. Mit csinál? Micsoda? És azt mondom, zsebeződ, vesze 3 rubel. 3 rubelt én is adhatnék neki. Idióta. Elképesztő hülyeség. Egyszerűen botrányos. Az ifjú táncos nem táncol? Itt? Kivel? Mondanám meg. Ad nagy szippantást? Persze. Milyen áporodott a levegő ebben az Oroszországban?
dohos, füllett, léptenyomon, bűz, modortalanság. Ki nem állhatom Oroszországot? Járt már Párizsban? Nem én. Nagy kár. De hát ami késik, nem múlik. Majd szóljon, mielőtt utazik. Én beavatom Párizs összes titkaiba. Adok magának 300 ajánlólevelet, és 300 tündéri kis kokottot kóstolhat sorra. Köszönöm, jól laktam. Nocsak. Észrevette, hogy az apám milyen tüzesen udvarol a maga tábornok néjának. Én csak ezt hiányzott, az én borz nősülni akar, de buta, mint a fajt kakas. Viszont a maga tábornok néja sárman. Bájos, határozottan bájos. És micsoda idomok, maga burokban született. Ugye a hölgy fűzi a derekát. Nem tudom, nem szoktam ott lenni, amikor öltözködik. Nekem más értesüléseim vannak. Ne hülye maga, bro! Jó, tréfáltam, nem kell mindjárt megsértődni. Esküszöm maga egy csodabogár. És igaz, amit a hölgyről beszélnek, hogy töklik a pénzért? Nem tudom, kérdezze meg tőle. Tőle? Platonok. Tényleg? Hát mi lenne, ha megkérdezném tőle? Esküszöm, óriási ötlet. Persze, kérdezz csak meg, majd beveri azt a hülye pofádat. Kérdezze csak meg. Tényleg, hát miért ne? Oda megyek és megkérdezem tőle, és akármivel lefogadom, hogy az enyém lesz. Na, Platonov, az ilyesmi az csalhatatlan orrom van. Oda megyek és megkérdezem tőle, és akármivel lefogadom, hogy az enyém lesz. Miért pardon, madame? Itt a híres bölcs, ami nagy filozófusunk zsákmányra lesnemjön-e valaki, akinek beolvashatna, akinek mára még elronthatna az álmát. Mi az, nem a röp a hal, Mihály Vasilics? Ma nincs fogás? Szegény poppon maradt moralista. Sajnálok, Platonov. De a... Nem haragszol, részeg vagyok, és várod a benne a diakónus. Adjő! Miért gubbaszt itt? Fül lett oda bent a levegő. És ez a gyönyörű égbolt sokkal szebb, mint a maguk parasztasszonyokkal kimeszeltetett plafonja. Gyönyörű az idő, olyan tiszta levegő. És ez a hűvösség. A sok csillag, a holdfény. Sajnálom, hogy a házi úrnőjének nem illik kint aludni a szabad ég alatt. Kislánykoromban nyáron mindig kint aludtam a kertben. Új nyakkendője van. Új? Olyan különös hangulatban vagyok ma. Ma valahogy minden a kedvemre van. Mulatok. Mondjon már valami, Platonov, miért hallgat? Azért jöttem ide, hogy beszéljen velem. Miről beszéljek? Mondja, Platonov, ugye mi jó barátok vagyunk? Minden jel arra van, jó barátok vagyunk. Nagyon jó barátok vagyunk? Jaj, minek ez a nagy faggatozás, hagyja ezt. Barátok vagyunk. Rendben van, jó barátok vagyunk. De férfi és nő között a barátságtól csak egy lépés a szerelem, tudja ezt, tisztelt uram? Vagy úgy. És miért mondja ezt? Akármekkorát lépkedünk, sosem lesz belőlünk énekes halott. Tessék, én szerelemről beszélek, maga már is halottat emleget. Mire való ez? Nem a bennünket, a feleséget. Pardon. Most letegeztem. Mi is elesküszöm, véletlen volt. Tehát miért ne tegyük meg ezt az egy lépést? A szerelem olyan szép dolog, miért kellene pirulni miatta? Nem tudom, hova akar kiukadni. Jöjjön, táncoljunk! Hát nem is tud táncolni, komolyan beszélnem kell magával. Monser, legyen szíves, erőltesse meg magát, és hallgasson végig, anélkül, hogy közben filozofálna. Anna Petrovna, nem volna jobb, hogyha én kezdeném? Maga. Csak köntörfalazni fog. Na, jó, de csak röviden. Esküszöm, rövid leszek. Mire való mindez?
Becsület szavamra nem érdemes, Anna Petrovna. Ha szabad ember volna, én habozás nélkül a felesége lennék. De így? Nos. Ide figyelj, Platonov. Ilyen esetben nem illik hallgatni. Felejtsük el ezt a beszélgetést, Anna Petrovna, az Isten szerelmére tegyünk úgy, mint hogy nem is beszéltünk volna egymással egyáltalán. Különös egy ember maga. De miért? Mert én tisztelem magát. És sokkal jobban tisztelem magammal ezt az érzésem, hogy le tudnék mondani róla, inkább elsüllyednék. Platonov. Jó. Szeretem. Szeretem eszeveszetten, kétségbe esetten. Az életemet adom magáért, ha kívánja. De hogyha már szeretem, ez már is azt jelenti, hogy csak is szerelem lehet köztük. Beleszédüljünk ebbe az ostobaságba, amit maga a fejébe vett egy hónapra, kettőre, aztán pirulva elváljunk. Eredj, kedvesem, aludd ki magad, aztán ha majd kialudtad magad, akkor beszélünk. Felejtsük ezt a beszélgetést, Anna Petrovna! Legyünk jó barátok, de ne cicázzunk egymással, annál sokkal nemesebb a mi kapcsolatunk. Meg aztán végtére is, ha csak egy icipicit is, de nős volnék. Hagyjuk ezt a beszélgetést. Maradjon köztünk minden a régiben. Eredj, kedvesem, úgy látszik, most rajtad van a hazudozási roham. Én nem tudok hazudni magának. Ha hazudni tudnék neked, már rég a szeretőd volnék. Hazudik. Nem haragszik maga, csak úgy tesz. Anna Petrovna! Éppen magát kerestem. Beszélnünk kell valamiről. Hadd halljam. Most arról akarok beszélni, hogy mit válaszol a levelemre. Miért pont engem nézett ki magán a Porfiri Szemjonics? Nézze! Én lemondok a fél jogairól. Nem az kell nekem. Jó barátra van szükségem. Okos házi asszonyra. Nézze! Én felépítettem magamnak a mennyországot, csak mik hiányoznak belőle az angyalok. Miért kell magának megnősülnie? Miért kell magának pont olyan barát, aki szoknyát visel? Ha én ennyi idős volnék, ennyi pénzem, eszem és igazságérzetem volna, csak is a közjót nézném. Hogy is mondjam, csak is a fele baráti szeretet kiteljesítését. Nem nekem való az emberiség javáért nyüglődni. Én arra születtem, hogy szeressem a nagy tetteket, de magam piszlicsári üzletekkel bíbelődjem. Igen, csak az maradt, hogy szeressem. Jöjjön hozzám, feleség. Nem, több ilyen szót sem erről. De ne tulajdonítson túl nagy lehetőséget annak, hogy kiposarasztam. Ezek olyan hívságos dolgok, barátom. Ha mindazt megszerezhetnénk, amit szeretnénk, egyszerűen nem férnének a javaink. Ne higgye, hogy vétkezik, aki megtagad valamit a másiktól. Paracsoljon egy kis filozófia, étvágygerjesztő a vacsorához. Mária Jefimovna! Az milyen képzelhetett felülmúlva, hogy így az embert? Csak velejük így romlott embert ülhetik el szó nélkül. Talán menjek neki bunkolva, mert ez maga se kiválhatja. Igenis, bunkolval kellett volna neki mennie. Én nő létemre nem néztem volna el szó nélkül, ha magát sértegetik ilyen aljasul, ilyen gyalázatosan. Ilyen igazságtalanul! Legyen belátással, mit vétettem én? Gyága Pondró! Takarodjon innen! Menjen ahhoz az undor, püppé asztalához, Isten áldja! És többé ne fárassza magát azzal, hogy hozzánk kocsizva! Jól meg vagyunk mi egymás nélkül! Isten áldja! Isten áldja! Nagyon helyes! Annál jobb.
hát egyszer csak megunja az ember. Örökösen ezek a könnyek? Már én is szédülök! Cernurus celebralis! Cernurus celebralis? De miért? Mit vétettem? Jakó! Marja, ne sírj, a nők arra születtek, hogy minden aljasságot elviseljenek a férfiaktól. De én nem! Én kirúgatom. Nem sokáig lesz itt tanító, mert nincs joga hozzá, hogy tanító legyen. Még holnap elmegyek a körzeti tanfelügyelőhöz. Mit művelt veled ez a Platonov? Mindenki szeme láttára megcsókolt. Ostoba libának nevezett. És odalökött az asztalon. De ezt nem viszi el szárazon. Majd én megmutatom neki! Marja, ne sírj, menj haza, nem sokára átmegyek hozzád, és mindent megbeszélünk, de most nyugodj meg, és ne sírj! Jakó! Marja, jelzi magnak fogadtál! Kérlek, nyugodj meg, átmegyünk, és mindent megbeszélünk, most kérlek, ne sírj! Milyen gyönyörű ez a kislány! Csak nem szeretett bele ez a Platonov! Sérteget! Mondja, mit képzel, ha megsérte volna, bocsánatot kér, ezek az ő óboltjai. Mit akarsz? Itt ácsorogsz, oda bennek keresnek. Menj be! Ki keres? Emberek. Azt gondoltam! Ahogy óhatja, Anna Petrovna. De én nem mondok le magáról. És remélem, hogyha majd megírt, akkor másképpen fog vélekedni. Még majd beszélünk egymással. A vén borza, már. Senki nem kereste, jól becsaptak. Ha benül a fejelágya, sajnálni fogja, hogy így bánt az apjával. Csak két szót. Igen vagy nem? Tessé? Hát most úgy tesz, mintha nem értené. Igen vagy nem? Egy szót sem értek. Hát ő mindjárt megérti. A pénz beszél, ugye? Mert ha igent mond a lelkem legfőbb parancsolója, már is nyúlhat a zsebembe. És kihúzhatja a tárcámat az apám bankóival. Nyílt beszéd. De az ilyesmi csak a bolond ússza meg pofon nélkül. Hát ilyen kedves hölgytől még a pofon is jó esik. Először pofon vág, aztán hamozik egy kicsit, majd a végén igen. Vegye a kalapkáját és takarodjon innen. Én? Hová? Ahová akar, takarodjon és többé nem lássa. De most miért haragszik? Hát nem mondtam semmit különösen. Nem megyek sehova. Akkor ki a matalan! Köszönöm, nem fogta meg is semmit. Nem kell mindjárt megsértődni. Az iskolában máig sem vagyok a helyemen, csak elfoglalom egy tanító helyét. Ennyi történt, amióta nem láttuk egymást. A gyalázat csak úgy sisterek körülöttem, én pedig összetett kezekkel nézem, mintha a nehéz munka után volnék, ülök, nézek magam elé és hallgatok. Most 32 éves vagyok, és 40 éves koromban ugyanilyen leszek, mert nem látok semmiféle változást. Aztán jön a zsírpecsétes, házi köntös, az eltompulás, a tökéletes közöny, mindenfajta szellemi dolog iránt is végül a halál. Pocsékba ment az élet. Forr bennem a dű, hogyha a halálomra gondolok. De hogyan is tudna egy kicsit felemelkedni az ember Szofja Igorovna? Hallgat, mert nem tudja. Honnan is tudhatna? Nem magamat sajnálom, számítok is én. De mi lett magával? Hová lett ez a tiszta lelke? Hová lett az őszintesége, az igazságossága, a bátorsága? Hová lett az egészsége? Hová? Hová lett? Téglenül semmit tevéssel eltölteni hosszú-hosszú éveket? Nézni, hogyan dolgozzák mások kérgesre a kezüket, mind szenvednek, gyötörődnek is. Ezek után még ilyen nyílt tekintettel az emberek szemébe nézni, ez a teljes elzűrés. Várjunk! Hogyan lett magából ilyen lusta, fellegzős, kényeskedő asszony? Ki tanította meg hazudni? Hiszen én tudom, hogy milyen volt maga az előtt. Várjon! Kérem, hadd fejezzem be! Micsoda nagy szerénye volt maga Szofja Igorovna.
Maga talán még fölemelkedhetne. Gondolja meg, még nem késő. Szedje össze az erejét és emelkedjen fel. Mondja meg nekem nyíltan, a közös múltunkra kérem. Mivel kecsegtette ez a házasság? Ő nagyszerű ember. Bánom is én akárki. Miért nem választott magának egy dolgos, szenvedő embert? Miért nem ment valaki máshoz? Magasom már, erre jönnek. Bánom is én, hadd hagyják. Bocsássa meg, ha kissé éles vagyok. De hiszen én szerettem magát. Szerettem. Mindennél jobban ezen a földön. És még most is nagyon drága nekem. Hogy szerettem ezt a hajat, ezt a kezet, ezt az arcot. Miért púderezi magát, Szofia Jegorovna? Nem kell. Ha nem lennék ilyen szerencsétlen, ha erősebb volnék, kitépném innen tövestül magamat is, magát is ki ebből a mocsárból. Micsoda élet. Miért nem élünk úgy, ahogy élet? Hagyjon el, és menjen innen! Várjon, kérem, ne menjen el! Ne menjen el, nézzel! Ez az. Ugye nem utazik el. Legyünk jó barátok, Szofi. Nem utazik el, ugye? Még beszélünk egymással. Igen? Nem utazik el! Itt marad! Tényleg? Akkor hurrá! A kezedet, Mihail Vasilics! Mindig is bíztam az ékes szólásodban! Gyertve, gyújtsuk a napetát! Dágat! Mama! Hol maradta? Gratuló! Megyek már! A fejébe is! Szergej, várj! Ne gyújtsd meg nélkülem! Hallott, pajtás! Megvárunk! Szóval így állunk. Szofia Jegorovna. Szergej! Szergej! Szergej, várjunk! Szofi, nem jössz? Elvjel a méltóságnál, maradjunk a régi nódánál, minek az új? Jövök, Monser! Kizáll velem csónakba! Szofia Jegorovna, nem akar velem kievezni a tóra? Most menjek, vagy nem menjek? Nikolaj! Nikolaj! Megyek már, megyek! Hey, hova lettetek? Mit akar? Semmit. Akkor menjen innen. Nincs kedvem se társalogni, se a monológiait hallgatni. Tudom, tudom. Szeretném megérinteni a homlokát. Csak kíváncsi vagyok, miből van. Ha tudná, hogy vágyom rá, én nem akarom vele megsérteni, csak éppen burlakodna. Bohóc! Igen, udvari bolond, azért kapom a tányér levesemet a tábornoknétól meg a zseppészt. Ha maga a színész lenne, a kakas ülő kedvence lenne, de a földszint, az kifütyülné. És én is. Elképesztően szellemes, hát az óriási, gratulálok! Engedelmével a kellemes viszontlátásig még szívesen eltársalogtam volna magával, de elgyámultam! Kukú, 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 inamba szállt a bátorság! Nyavajás! Kukú, kukú, kukú! Jön a túra velem! Hát meg kell lennie. Úgy sem tehetek ellene semmi. Megyek! 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 Hazudsz! Hazudsz! Alából kölyök! Micsoda ostobassága? Miért hazudnék? Ha nekem nem hiszel, akkor menj be, kérdezd meg tőle. Miért itt hagytál minket, itt, ezen a padon? Fölébe sugtam 2-3 szót, megöleltem, megcsókoltam. Hát először 3000-et kérde, én alkultam vele, végül 1000-ben megegyeztünk. Na, adj egy 1000-est. Egy nő becsülete forró kocka. Nem mocskod be becsületét, a szent. Fogtam a szám! Esküszöm a becsületemre. Esküszöm, hogy össze egy szentemre. Mit akarsz miért? Adj egy 1000-est, és én a szemed láttára adom oda meg. Réves! Hazudsz! Csak tréfát veled! Nem vedd komolyan! De miért? Tehát, hogy megöleltem? Mi van ezen olyan meglepő?
minden mind ilyen. De négy az ártatlanságunkban. És te még feleségül akartad venni. Az Isten szerelmét tudod meglátni. Adj egy ezres, és én a szemed láttára adom oda neki. Itt ezen a padon öleltem, csókoltam. Mit akarsz még? Hát azért távolítottam el, hogy nyugodtan köthessek vele üzletet. Nézzenek oda. Nem hiszi el, hogy meg tudom módítani a nőket. Hát essék, akkor ígér neki te 2000-et, és akkor a tiéd. Én ismerem a nőket. Ezen a van szűz! Trivecki, mászd fel a lukasra! Mászom már a hétszer! Kimászott fel a petárdás ládára! Jesszus, ki az valakinek a fejére lépte? Hol a gyufa? Azt utáltam! Hurrá! Kivöltözik, hadd vágjátok már kupán! Isten! Micsoda zűrűtség! Micsoda fertő! És én még az imáimba foglaltam. Bocsáss meg neki, Isten! Hol a gyújtózsinórom? Mama, nem szégyelj magát! Ki ott van a gyújtózsinórom? Az előbb még itt volt! Itt van, Mári úr! Hamar! Hamar! Vigyázz! Nem bírom, ez már sok nekem. Meghaladja az erőmet. Vagy belepusztulok, vagy boldog leszek. Ez az ember vagy tönkretesz, vagy az új életet jelenti számomra. Köszöntlek, áldalak új életem. Döntöttem. Sokáig elmarad, Misa. Csak aztán nehogy megbetegedjen nekem. Ez a sok mulathozás semmire se jó. Csak az egészség látja kárát. Jaj, de álmosod. Hol tartottam? Ideje tehát ismét fennen hirdetni az emberiségnek a ma örök magasztos eszméit, a szabadságnak a ma halhatatlan principiumait, melyek apáinknak vezérlő csillagai voltak, s melyekhez mi sajnálatos módon hűtlenekké lettünk. Nem értem. Miért nem írnak úgy, hogy mindenki megértse? Megpróbálom másutt. Zaher mazog. Micsoda furcsa név. Mazog. Nem is orosz név. Misa azt mondta, olvassam el. Hát elolvasom. Azt, Misa! Végre. Hé! Egy, kettő! Egy, kettő! Bal, jobb! Bal, jobb! Bal! Azért se! Jobb! Mellesleg tündérkém se ez, se az, mert a részeg embernek nincs se jobb, se bal, csak előre, meg hátra, meg össze-vissza, meg le! Jöjjön a részeg ember, majd én megmutatom neked, hogy van az össze-vissza. Miért nem alszol még ilyenkor, te kis ázalék állatka, ha? Nem volt kedvem. De sokára éreztettek. Sokára. A személy már elment? Még nem, de a terép az imént. Akkor még mi is 2 óra. Te,
Még eljöttél? Én már 10-re itthon voltam. Hazajövök. Hát képzeld, szegény kis kólya ordít torka szakadtában. Mm. Úgy jöttem el, hogy el se búcsúztam tőlük. Remélem nem haragszanak meg. Még volt utána tánc? Tánc is, meg vacsora is, meg persze botrány is. Na. Te még ott voltál, amikor az öreg Glagoljev gutaütést kapott? Mi? Tényleg? De csak enyhébbet hazavitték. Úgy látszik, egy este sem múlik el botrány nélkül. Ilyen a mi sorsunk. Képzelem, hogy megrémült Anna Petrovna, meg Szofia Jegorovna. Mm. Remek asszony ez a Szofia Jegorovna. Van benne valami különleges. Micsoda, aljas, hülye dolgok. Na. Mit műveltem? Mit műveltem? Szégyen gyalázat. Na, mit műveltél? Mit? Semmi jót, mikor csinálok én valami olyat, amit aztán ne kellene szégyelnem. Részeg szegénykém. Feküdjünk rá. Olyan aljas voltam, mint még soha. Nincs bennem semmi, amiben megkapaszkodhatnék, semmi, amiért becsülhetném, vagy szerethetném magamat. Te szeretsz engem? Hogy kérdezhetsz ilyet? Jó, de mi az, amit szeretsz bennem? Hát, hogy ne szeretnélek, mikor te vagy a férjem? Ne furcsa vagy mi sok. Csak azért szeretsz, mert a férjed vagyok? Nem értelek. Aj, de buta vagy. Na. Miért nem születtél te légynek? Jó. A legyek között a te eszeddel a legokosabb lehetnél. Nem is van. Ne is érts te semmit! Ne is tudsz te semmit, ha szeretni akarsz! Én olyan boldog vagyok, hogy ilyen nagyszerűen buta vagy! Családom van! Családom, mint akármelyik embernek! Családom! Hagyjál! Miért tettél a feleségre, ostoba vagyok? Legfélt volna el okos lát, én nem kényszerítettelek. Mi az? Te haragszol? Ez aztán a felfedezés! Ez aztán az óriási felfedezés! Te tényleg haragszol, nem tréfál? Elég aludni. Nem tudtál volna annyit. Most nem tanél ilyen felfedezéseket. Részeges! Szép kis tanító, nem tanító vagy, hanem disznó! Más aludni. Micsoda aljas, ocsmány história. El kell költöznöm innen. Kérek másik állást a tanfelügyelőtől. Még ma írok a városba. Tábornokné? És a szerencse. Tudtam, amíg nem alszik. Hát lehet aludni ilyenkor. Az alvás útta tév. Jó éjszaka, nagy ember. Mi az részeg? A feledem. Lehet, hogy józan vagyok. Mennyi boldogság? Mennyi kép? Milyen csodálkozom, meregeti ezt a nagy szemét. Ne félne tőlem. Nem félek én. Legalábbis magam miatt nem. Látom, bolondságra adta a fejét. Vénségemre. Vénységére? De ez olyan fiatal még, mint a júliusi nyár. Még maga előtt az egész élet. Bár nem is én, mi van előttem. Nekem most kell az élet. Fiatal vagyok, Platonov. Szörnyű, hogy milyen fiatal. Érzem, ördög, ilyen fiatal. Nem akarom magát megérteni. Nevezzen faragatlannak, aminek csak akar, csak hagyjon engem. Gondolja meg, hogy hova jött és miért maga okos, büszke asszony. Nem is jöttem, hanem nyargattam, kedvesem. Eljött, hogy meghódítson, hogy bevegye a várat. Nem vagyok én vár. Nincs itt mit meghódítani. Gyönge vagyok.
Rettenetesen gyönge, értse meg. Ha valaki így lebecsüli magát, ez a büszkeség is rosszabb. Mégis mi legyen a Júlisel? Valahogy csak meg kell fejezni. Nincs mit befejezni, mert semmit nem kezdtem. Milyen gyönyörű éjszakán? A csillagos ég alatt képes vagy hazudni? Nézd fel, te csoda bogár, látod? Hunyorognak a csillagok, hogy hazudsz. Nincs a világon senki, akit úgy szeretnék, mint téged. És nincs nő, akit úgy szeretnél, mint engem. Csak a szerelemmel törődjünk. Azt a sok többi gondot, ami nyötrődsz, oldják meg mások. Milyen szép vagy. De nem tehetlek boldoggá. Csak azzá tehetlek, amivé valamennyi nőt, aki ugyanígy a nyakamba vetette magát. Boldogtalanná. Milyen szörnyű ember vagy te? Milyen szép vagy a holdfényben. Gyönyörű. Ismerem magamat? Gyere, üljünk le ide! Üzd ki magadban az ördögeidet, Michel, ne gyötrődj, nem egy rém jött hozzá, hanem egy asszony. Te meg savanyú képet vágsz. Silánkozol. Ha nem tetszik neked, elmegyek. Akarod? Elmegyek és marad minden a régiben. Te buta. Fogj. Ölej. Keperd le. Mi kell még? Szív végig, mint egy cigarettát. Facsar ki, szaggass szét. Viselkedj emberül. Nevetséges vagy. Menj máshoz, kedves, aki méltó hozzád. Na, elég volt az üres fecsegésből, elvégre elég egyszerű az ügyünk. Eljött hozzád egy asszony, aki szeret és akit szeret. Gyönyörű az idő, egyszerű már nem is lenne. Mindenki, de filozófia, meg politika. Élni akarok. Ne filozófia, nyit, élj. Minden él, mozog, körös körül itt az élet. Éljünk mi is. Holnap majd megoldod a problémákat, de ma éljünk. Éljünk, éljünk, éljünk. Michel! Vele nem lehet látszadozni. Napszámba engem nem fogadhatsz fel. A flörthöz én túl jó vagyok. Még egy csinálatban, menj el! Ne tréfálj. Ugye csak léphálsz. Bolondozol. Most már biztos, hogy nem hagylak itt. Hallod? Utoljára mondom. Nem eveztek. Ha a fenefelé veszik, tégy tönkre. Buki el. Te magad. Akkor is az enyém leszel. Élni akarok. Gyerünk hozzám. Haszontalan egy nő vagy. Magadnak keresed a bajt. Sírni fogsz, meglátsz, sírni fogsz. Na, menjünk. Előre. Sasha! Hugocskám! Sasurka! Ki az? Te vagy az újra, mit akarsz? Alszol? Eresz be, hadd aludjam nálam! Hagyd békén! Hagyd békén! Elalszom a tanteremben is, csak Michel meg ne tudja, hogy itt vagyok. Különben nem hagy békén a filozofálgatásával. Rémesen szédülök, minden duplán látok. Kiabálj meg! Neked is két fejed van a két gyakadon. Még jó, hogy nem vagyok nős. Most azt hinném, bigámiában élek.
is akartam mondani. Az előbb, amikor kifújtam az orromat, rántottam a zsebkendőmbe a 40 rubelt, és nem tudom, hol lehet. Sása! Holnap, ha felébredsz, keresd meg! Holnap megtalálják az ácsot. Milyen hanyag ember? Majdnem felejtettem. Na, itt járt a boltosné. Nagyon kérjük, hogy menjen hozzák, de minél előbb. Az ura hirtelen rosszul lett. Na, a fejébe tódult a vér, vagy micsoda. Menj már oda. Jó Isten, lágyom meg! Most pedig a boltoshoz. Jönnek. Majd szétreped a fejem a gyomrom. Na, eresz már. Jó. Elmegyek hozzád, de ha tudnád, hogy mennyire nem akarom. Ha akarsz, gyere, ha nem, itt tegyen meg a fene. Könyörögni nem fogok azért, ez már mégiscsak több a soknál. Most már később megsértődni. Most már nem hagyhatjuk faképni egymást. Misa! Fere meg! Misa, hol van? Jól látom. Kivel beszél? Na, Petrovna! Hát ismerem meg, olyan fekete a sötétben. Jó estét! Milyen ruha ez magán? Lovagló kosztümben! A fogat áthajtja! Jaj, csodás lehet! Jaj, de itt vagy! Olyan szép éjszaka van, menjünk el mi is kocsizni, Misa! Már kikocsireztem magad. Hazafelé tartok. Jó, az más. Jaj, Misa, gyere! Nem tudom, mit csinálja, Kólya rosszul lett. Kólya? Nikolája, bátyám. Biztosan sokat ívott. Gyere be, kérd! Jöjjön maga is, Emma Petrovna. Leszaladok a pincébe, hozok egy kis amitejet. Finom hideg amitejem van. Jól fog esni egy bögrével. Megyek be. Leszaladtam volna a pincébe. Jaj, gyere már, Misa! Jaj, gyere! Elegy, róla egészen megfeledkeztem. Hogy bízik bennem? Menj csak, lefektetem, aztán majd jövök én is. Sies. Kis ilyen botrány lett. Majd igyekszem. Most várja meg, amíg ágyba dugja. Egy órát is eltartod. Hát utána jön. Kifelé! Indíts a boltoshoz, azon! Én nem megyek a boltoshoz, aludni akarok! Te igenis oda mész, te barom! Miféle ember vagy te, mondd meg nekem! Miféle ember vagy te? Rémes! Miért élsz te egyáltalán? Miért nem foglalkozol a tudománnyal, te állat? Erről a rendkívül érdekes problémáról majd akkor tárgyalunk, ha nem leszek ilyen álmos, de most hagyj aludni! Miféle ember vagy te, mondd meg nekem, miféle ember vagy te? Nem veszik itt semmi hasztunkat. Semmi, de semmi hasztunkat. Elveszett emberek vagyunk. Nem érünk egy garas se. Nem marad utánunk már csak hitvány gyom. Nincs már egy ember, aki megnyugodhatna a tekintet. Minden olyan aljas, mocskos, züllött itt. Menj már, Nikolá, hallod? Menj! Te sírsz? Elmegyek a boltoshoz. Hallod? Elmegyek hozzá. Hát csinálsz, amit akarsz. Látod, megyek már. Eredj a fenébe! Óha, Michel!
Nem érdemes idegeskedni. Az Isten áldjon meg! Istenem! Istenem, ilyenek vagyunk mind. Romlottak, hülyék, részegesek, örökké részegesek. Hülye anya szült részeg apától. Apa, anya, apa! Forogjatok csak a sírotokban, amiért részegen és hülyén megforgattátok az én szerencsétlen életemet. Az emberek világra szóló kérdésekkel foglalkoznak. Engem pedig lefoglal egy asszony. Só. Itt vagy? Itt vagyok, szegény aranyom. Gyere be, Miso. Megyek. Füllett oda bent a levegő. Szétreped a fejem, menj csak, aludj. Mit akarsz? Te vagy az? Éppen az urat keres. Azt látja, mind ilyen éjszakai baglyok vagytok. Az úrnőtől a szava lányig. Az úrnőm küldött egy levéllel. Mit beszélsz? Az úrnőm levelet küldött az úrnak. Hazudsz! A tábornok lé! Sofia Egoronna! Mi ezt, te megbolondultál? Mosakodj meg hideg vízzel, aztán takarodj! Ott a levél. Levél? Levél? Miféle levél? Nem ért volna a honlapig? Hogy olvasom el itt a sötétben? Azt hiszem, hogy olvas el, minél. Az ördög vinne el. Megtettem az első lépést, a másodikat majd együtt, ez a feltámadás, gyere és vigyél, a tied vagyok. A fene érti, micsoda távirati stílus. Négyig várlak a lugasban, a négy oszlopnál, a férjem részegen vadászni ment a Glagoljev fiúval, a tiéd egészen ez. Uramisten, már csak ez hiányzott. Uramisten, mit bámulsz? Úgy, hogy bámulok. Hova tegyem a szememet? Nyomd ki! Nekem szól ez a levél? Persze, hogy az úrnak. Hazudsz, takarodj! Igenis. El kell költöznöm innen. El. Akárhová. Bele a kemény szükségbe, a munkába. Sophie. Sophie szeret engem. Engem szeret. Hihetetlen. Nem megyek oda. Tönkre tegyek egy családot. Sasha, hallod? Én vagyok az. Nyisd ki! Be akarok menni. Nem megyek oda. Nem megyek oda. Nem megyek oda. Oda megyek. Menj! Te tönkre! Tipold szét!
Mocskold be! Ida! Ida! Gyere oda, Haci! Mit kapálozod rajta? Részeg vagy! Részeg! Először életemben! Istenem, milyen boldog vagy! Velünk jössz. A feleségem elküldött parancsba adta, hogy lőjek neki, Gyula. Menjünk már mindjárt vissza. Hallottad, mit találtunk ki? Volt be a zseniális ötlet. Eljátsszuk a Hamletet. Becsület szavamra. Olyan színházat ricsettünk, hogy még az ördög is bekakált tőle. Olyan sápat vagy. Te is részeg vagy? Na, én is részeg vagy. Az én ötletem volt. Holnap már elkezdjük fekteni a díszleteket. Ül az a kamar! Sophie Ophelia. Te Claudius. Trienszki Horáció. Istenem! Milyen boldog vagyok elégedett. Shakespeare. Sophie. És mama? Mi kell még nekem? Megfőjem Klinka, és már semmi. Én leszek Hamlet! Szakasztott Hamlet, igaz? Gazember! Részeg a fiú! Menjünk, be van rúgva a testre! Mihály Vasilics! Mihály Vasilics! Ki az? Küldje ki Mihály Vasilicsot hamar! Mi történt? Nincs a házban? Nincs! Nincs! Akkor elment a tábornoknéhoz. A tábornok így volt, és odaírt a magához. Ez nem igaz! Mindent látom, hallottam, ott ölelkezd, hogy csókulósz. Nem igaz, Uszip, ez nem. Se apám, se anyám, ne lássam el a mennyországot, ha én azodok! Ez nem igaz! A tábornok néhoz. Ne figyelj a szavaimat, hogy én elintézem. De felül ne legyen kétsége, én elintézem. Haci! Ez mi? Haci! Nem igaz! És fölébredni. Jó. Mindjárt. Na jó, már elég volt. Leszel szíves fölkelni? Fiat! Sophie, te vagy az. Ide nézzen. Jó. Tartanok. Mit akarsz? Nézzen az órára. Mit akarsz? Hány óra most? Fél nyolc. Fél nyolc?
Elfelejtett a megállapodásunkat. Miféle megállapodásunkat? Beszélj egy kicsit világosabban. Miféle megállapodásunkat? Ma 6-kor a kunyónál, 6 óra régeségen el. Hát aztán... Nem szégyeled magad? Miért nem jöttél el? A becsület szabadat adtad. Meg is tartottam volna, hogyha nem alszom el. Látod, hogy aludtam, mit zaklatsz? Lelkiismeretlen vagy. Miféle közönséges tempó ez? Ki vagy te? Te vagy az, akinek én a lelkem megmentését köszönhetem? Ide jövök az öltözéken, rendetlen kocsos vagy, pimaszul válaszolgatsz. Összehordasz tücsköd bogarat. Örömmel hallom. Részeg vagy? Mi között hozzá? Mutatom. Ez kedves fogadás. Jaj, ti nők. Mindig a nők, hagyd már ezt, unom. Mit műveztem volna? Tönkre akarsz tenni? Elég. Még 3 hete sincs, hogy akkor jelen lugasba hívtalak. Elég. Már is úgy nézek ki, mint egy piszkafú. Elég. Hol a boldogság, amit ígértél? Mi lesz a vége ennek? Gondolkozz egy kicsit. Hát mit műveztem? Nem tudok tönkre akarsz gondolkodni, tenni? Nem tudok gondolkodni. Gondolkozz te, gondolkozz csak. Igen, lealacsonyít. Boldogtalanná tesz, elpusztít ez a törvénytelen viszont. Te mered törvénytelen viszonynak nevezni a kapcsolatot? Jaj, más bajod sincs, mint kifejezéseken lovagolni. Tönkretettelek és kész. Tönkretettelek, és nem csak téged egyedül. Várj csak, mit fog majd szólni a férjed, ha megtudja? Félsz, hogy kellemetlenkedni fog? Attól nem félek. Attól félek, hogy megöljük szegényt. Hát akkor félj. Reszkes, mert már tudja. Micsoda? Tudja. A férjed? Ma reggel mindent bevallottam neki, reszkes, csak esküszöm a becsületemre, hogy mindent tud. Mit műveltél, te nyomorult? Mit műveltél? Megölted őt? És azt is bevallottad neki, hogy velem? Igen. És ő? Miért? Szerinted el kell volna hallgatnom? Inkább. Ezt mondod, te becsületes ember? Hát ha nem mondod el neki, haláláig nem tudja meg, hogy viszonyunk van. Én becsületes asszony vagyok. Örökre elbúcsúzhatsz a férjedtől. Most már úgy beszélsz, mint egy gazember! Mi lesz veled, ha mi elválunk? Mondd, mi lesz veled? Már pedig elválunk hamarosan. Neked fog először kinyílni a szemed, és faképni hagysz. Különben csinálj, amit akarsz. Becsületesebb és okosabb vagy, mint én. Döntsd el, hogy mi legyen. Intézkedj, beszélj. Állíts talpra, támasz föl, kérlek, csak minél előbb, mert megőrülök. Még az éjjel elutazunk innen. Írtam rólad az anyámnak, hozzáköltözünk. Ahová akarod. Tégy, ahogy jónak látod. Új életet kezdünk. Misa. Emmet faragunk belőled. Boldoggá teszlek. A magunk kenyerén élünk majd. Az arcunk verejtékével keressük meg. Kérgesre törjük a tenyerünket. Dolgozni fogok. Te feltámasztottál. És én most már az egész életemet csak a hálámat törleszthetem. Elutazunk, ugye? Megyek és összekészítek mindent az útra. Készülődj te is. Este 10-kor legyél ott a kunyhóban. Ott leszel? Ott leszek. Add a becsület szavadat, hogy ott leszel. Mondtam már. A becsület szavadat. A becsület szavamra. Elhiszem. Tomaszom. Elhiszem. De jöhetsz korábban is. Én már 10 előtt készen állok majd, és még az éjjel elviharzunk innen. Új életet kezdünk. Misa. Nem akarod megérteni a saját boldogságod. Te buta. Holnapra más ember leszel. Friss, új ember. Hus! Tűnjen régi ember! Itt a kezem. Szoríts meg. Ne, nincs. Azt most nem szól. Nincs. Rozmárom. Várni foglak. Ne hagyd el magad. Addig is a viszontlátásra. Megyek, és összekészítek mindent az útra. Készülök te is. 11-kor vagy 10-kor? 10-kor, de jöhetsz korábban is.
Olyattól új ember leszek. Vadonatúj. Ide rakjam a fejér nőmnek, nincs is bőrözőm. Miért ittam meg ezt a bort? Nem kellett volna. Többet nem iszom. Most az egyszer utoljára. Szegény Szása. Hogy fog félni nélkülem? Elsorvad. Meghal. Elment. Azután az őrült éjszaka után. Elment. Miután megtudta, hogy mi az igazság. Elment. A gyereket is magával vitte. Legalább elbúcsúzhattam volna tőle. Örül Isten! Kit keres? Nagyságos uram! Bújj be! Sophie, őszintén hisz ebben az egészben. Boldogok a hívők. Értesítés, kegyelmetnek. Miféle értesítés? Ki küldött? A békebíró tisztelettel. Jelenjen meg Vágnod Gyanánt Grekov államtanácsos leánya Mária Jefimovna sérelmére elkövetett becsületsértés ügyében. Becsületsértés ügyében, bravo! Helyett szentségét neki! Éjjel a poloska éter! Mikor ez a tárgyalás? Holnap után! Elmegyek! Okvetlenül elmegyek! Mondd meg neki, hogy ott leszek! De egy kislány már régen meg kellett volna tennie. Lesz szíves aláírni az úr? Aláírni, parancsol! Hey, de szerencsétlen vagy, barátocskám! Mit egy meglőtt kacsa? Igen, és tisztelettel. Egy ceruzával is lehet? Lehet, kérem. Alulírott az idézést, átvettem. Keresztnév, atyai név, családnév. Szóval holnap után. Pedig holnap el kell utaznom. Kár. Elképzelem, milyen tárgyalás lehetett volna. Bosszantó! Bosszantó! Megszomjaztam tisztelettől egy kis borravalót, ha adna a tekintetes úr. Mi van? Egy kis borravalót, 6 versztát gyalogoltam, megszomjaztam tisztelettel. Borravalót? Minek az? Akarom mondani, persze, persze. Megszomjaztál, barátocskám, igen. Borravalót nem kapsz, de adok egy kis teát. Én is jobban járok, ha meg józan maradsz. Ugye, rejde? Finom, erős teja, nem mondom, hogy 40 fokos, de jó erős. Hova mérje? Tessék ide szórni. Csak úgy a zsebedbe, nem lesz büdös? Tessék csak ide önteni nyugodtan. Elég lesz? Hálásan köszönöm. De ágról szakadt vagy. Szeretlek benneteket, egyszerű embereket. Jó lelkek vagytok. De azért rémes vickok is akadnak köztetek. Mindenféle akad tisztelettel, csak az Úristen van hiba nélkül. Minden jó. Várcsak! Várcsak!
Akkor azért csókoltam meg önt, mert feldúlt voltam, azt sem tudtam, hogy mit csinálok. De most úgy csókolnám meg, mint az oltári szentséget. Aljas voltam, beismerem. Mindenkivel aljas vagyok. A bíróságon sajnos nem találkozunk. Holnap elutazom örökre. Legyen boldog, és legalább maga legyen igazságos hozzám. Remélem, még látom. Platonov. Tudod, hol lakik Gregova? Tudom, kérem. 12 versta innét át a gázon. Elviszed hozzá ezt a levelet, és átadod a kisasszony kezébe. Kapsz érte 3 rubelt. Válasz nem kell. Nincs, majd később. Ha választ akar adni, nem fogadod el. De még ma kiviszed ezt a levelet, a többi idézést kihordod később, megértetett, barátom? Értem. Na, akkor minden jót, jó egészséget. Minden jót, kívánok. Minden jót. De jó. Ez szerint kvittek vagyunk Rekovával. Az egész kormányzóság előtt megszégyenít. De úgy kell nekem. Életemben először fog megbüntetni egy nő. Szabad be menni? Hé, van itt valaki? Anna Petrovna, a tábornokné. Mit mondjak neki? Egyáltalán miért jön ide? Szabad! Én vagyok az, hallja? Nem kellene beengednem. Milyen ürügyet küldhetném el? Még jó, ha nem tud semmit. De ha már tudja... Tiszteletem! Áldás, békesség! Nem akar becsukódni. Jó napot! Maga az Anna Petrovna, pardon. Észre sem vettem. Nem akar becsukódni. Érdekes. Jöjjön már ide. Adja csodába azt a szekrényt. Jó napot. Rám se néz. Szégyellem magam. Mit szégyel? Mindent. Elcsábított valakit? Valahogy úgy. És ki csodát? Nem árulom el. Úgyis megtudjuk. Fiatal ember, majd meg tudjuk. Anna Petrovna, ne faggasson, semmi kedvem a kihallgatást játszani. Jó. Megkaptad a leveleimet? Igen. Akkor miért nem jön át hozzám már a 3. hete? Beteg voltam. Hazudik. Hazudom. Dől magából a borszag. Iszik. Mint a gödény. Tavaly is elcsapította azt a lányt. Aztán egész őszig ugyanígy lézengett, mint most. Hol a bor? Szigyelj magát, Platonov! Hogy lett meg nyomorult? Hová lett a jelleme? Melyik üvegben van bor? Mindegyikben. Mint az ötben. Maga részeges, egész kocsmát tart a szekrényében. Ideje lenne, hogy visszajöjjön a felesége. Valójában megmagyarázza neki az egész dolgot. Nem vagyok én olyan szörnyű vetétárs. Megosztozunk, nem akarom én szétválasztani magukat. De jó bora van. Igyunk egy kicsit. Nem kér, iszunk egyet, aztán soha többé. Na, tartsa poharát. Hajtsa fel. De többet nem töltök.
Most pedig én iszom. A rossz emberek egészségére. Maga rossz ember. De a bora jó. Ízlés az van. Na, fogja hozzá a többi palackot is. Búcsúzzon el ettől a finom kis boracskától. Kár kiönteni. Ígyunk meg egy kicsit, jó? Ahogy akarja. Ezeket egyelőre tegy el. Jöjjön ide! Tartsa poharát! Hajtsa fel! Egészségére. Adjon Isten boldogságot. De. Nem hiányoztam. Hiányoztam? Minden másodperc. Akkor miért nem jött át? Ne faggasson, Anna Petrovna, úgysem válaszolok. Nem azért, mert nem vagyok őszinte, hanem mert nem akarom megbántani. Ki nem állhatom az ilyen romantikus hősöket? Mit fújja úgy fel magát, Platonov? Játsz a regényhőst. Miféle arkangyal maga, hogy nem tud úgy élni, lélegezni, a fenekén ülni, mint más közönséges halandó? Könnyű ezt mondani, de hát mint egy gyerek. Először is. Éljen emberhez méltó. Vagyis, ne igyék. Ne heverjen naposzat a díványon. Gyagrabban mosakodjon. És járjon el hozzám. Eltetszik butulni, szőr. Végtér és tanító, nem? Na, gyerünk, menjünk át azonnal hozzám. Magához nem megyek. Dehogy nem, legalább embereket lát, beszélhet, hallgathatja őket, kiveszeketeti magát. Ne is kívánjon ilyet, Anna Petrovna. Na, gyerünk, vegye a kalapját. Nem, képtelen vagyok rá, itt akarok nem maradni a házban. Platonov, butáskodsz, gyerünk! Platonov, előre, lépés, in, képtelen új. Vagyok! Makacskodik, mint a kis pika, rakja a lábát szépen, egy-kettő. Na. Nem megyek. Legalább járjunk egyet az iskola körül. Mit erőszakoskodik Anna Petrovna? Hagyja, hogy hadd gubbasszak itt a házban, és hadd tegyem azt, amihez kedvem van. Nem megyek. Tudja mit, Platonov? Adok magának egy kis pénzt. Kölcsön. Utazik el egy hónapra. Vagy kettőre. Hová? Moszkvába. Kétenvárra. Rendben. Utazik el, mi se kell magának egy kis kikapcsolódás. Utazik egy út, embereket lát, színházba jár, felfrissül, kiszerőzteti a fejét. Adok pénzt, ajánló leveleket. Akarod, hogy veled menjek? Akarod? Utazgatunk, kiszórakozunk magunkat, és jókedvűen újjászületve jövünk vissza. Mindez nagyon szép, de sajnos megvalósíthatatlan. Én ugyanis holnap elutazom, de nem magával. Na, jó vagy. Hová? El. Örökre. Nevetséges. Badarság. Egyáltalában nem nevetséges. Holnap elutazom örökre. De. Ma látjuk egymást utoljára. Anyám, jó tündérem. Maga okos, pallérozott ező asszony. Felejts el ezt a buta, aljas, szamár, kazember Platonovot. Köd előttem, köd utánam, Platonovot elnyeli a föld. Majd egyszer 20-30 év múlva megint találkozunk, és jót nevetünk ezen az egészen. Öreg apó, öreg anyó, megkönnyezzük ezeket a mostani napokat. De most nem. Isten áldja. Kicsit fejemre szállt a bor. Hogy nincs szüksége pénzre? Nincs. Semmiben sem segíthetek? Nem tudom. Küldjön át hozzám egy fényképet.
Anna Petrovna, mire vár? Miért nem ért a szóból? Menjen már! Már még látjuk egymást. Nem. Isten áldja. Hogy elpegyültél, kedvesem? Hogy leherlottál? Mi lesz? Először a kezem. Istenem. Igyunk egyet, búcsúzó úr! Tarts a borra! Felékig! Szerencsét adod! És aztán boldogságot! Töltsek még egyet búfelejtőről. Jó lesz. Így áll, szívecském. Hogy az ötleg vinni el? Egészségére. Éljen jól. Hiszen lehet nélkülen is. Ha enni kellett, ígyunk, ha iszunk, úgyis meghalunk, ha nem iszunk, úgyis akkor már nem halljunk meg, úgyhogy iszunk. Részeges lettem, mondom. Nincs rosszabb, mint pallírozott eszűnőnek lenni, és tétlenül ülni. Mi vagyok én? Minek élek egyáltalán? Elköstelen vagyok, ha? Elköstelen nő szemény. Akaratom ellenére, ha? Lehet, hogy téged is csak azért szeretlek, mert elköstelen vagyok. Az élnök, mint tönkre menne. A professzor lehetnék valahol, vagy igazgató. Ha diplomata lehetnék, az egész világot megkavarnám. De egy pallírozott eszűnő, aki csak ül, tétlenül, aki felesleges, a lovak, a tehenek, kutyák, egy sem felesleges közöttük. De én? Miért hallgat? Cudarul vagyunk mind a ketten. Legalább gyerekre jó volnának. Te szereted a gyerekeket? Ha te elmész, mi leszél velem? Úgy vágyom rá, hogy megpihenesek, Michel. Kell egy kis pihenés végre. Én tudod, mi szeretnék lenni? Feleség. Miért hallgatsz? Miért nem jöttél át akkor éjjel? Szerezte csodabogár? Csodabogár. Ugye szeret? Kéne szeretné magát? És itt maradsz? Ha itt maradok, megölöm magam. Még látjuk egymást. Este hűben nézek egy percre. Nem kell, majd én átjövök elbúcsúzni. Illetve te hogy is megyek. Nem látjuk többé egymást. Menj, légy boldog. Isten veled! Isten veled! Mi látjuk egymást? Nem látjuk többé egymást. Menj, légy boldog, Isten veled, ne is mondj semmit. Úgy sem hallom, befogom a fülelet. Isten veled! Isten veled! Elment? Kár.
Maradhatott volna még 5 percet. És lenne az. Sophie-t megkérném, hogy halasszuk el az elutazásunkat mondjuk 2 héttel. Az alatt utazhatnék egyet a tábornoknéval. Sophie kipihenheti magát, erőt gyűjtene. És lenne rossz. Csak 2 hétről lenne szó. Ez visszajött. Maga az? Hogy Isten, Mihály Vasilyics? Te vagy az pokol fajzat! Mit keresel itt? Jó napot, Mihály Vasilyics! Micsoda előkelő vendég! Minek köszönhetem a megtiszteltetést? Na, ki velem értettél, aztán takarodj! Mosolyogsz. Micsoda mosoly? És az arca. 20 mázsavas van ebben az arcban. Kővel sem lehetne összetörni. Nézd csak bele. Mondd csak, nem csodálkozol azon, amit ott látsz. Nézzem bele maga, az arcára van írva sorsa. Na! Miért jöttél? Hogy elintézzem. Ejha. Ide nézzem. Ezt Petri adta, hogy készítsen ki. Az öreg Petri. Én bizony. A létszentségem. Mit mosolyogsz? A sárba taposlak te az ember. És sem arcán, hogy ilyen kárlókan ember vagyok. Ha csak az kell. Na? Mit verész? Ölj meg, ölj meg. Mit verész? Erősebb vagyok, mint te, én öllek meg téged. Hasra! Harduljon már! Azimászom! Mit vitett ez a kar? Ezt mondom! Most csak a karom! A fáj! Csendesen! Szép! Rendesen! Kis legalán! Acsoda! Oszi Perez! Ereje van! Feleségem van! Kisfiam! Kanina! Oszi! Nem a karócik meg Kanina! Misa! Menj meg! Oszi! Nem tudtam, nem úszhat, addig megalom! Elvettelek, és itt nem rólik! Nem tett kárt benned? Ne félj! Ne félj! Nem tudsz állni. Egyben vagyok. Gyere. Vasból öntötték ezt a barmot, segíts, kérlek! A karom, de fáj! Megnyomorgatott ezek az ember. Micsoda aljas ember! Én mondtam neked, hogy még ezt ki vele! Éppen jókor jöttél. Ha egy percet később ezt már megvennél. Időj a párnak. Sehol sem fáj. Miért hunytad le a szemed? Semmi. Semmi. Visszajöttél, Szása. Megjöttél, kincsem. Konya beteg. Mi baja? Körül. Lázas csupa kiütés már. Második éjszaka nem az, csak jajgat. Nem eszik, nem iszik. Nagyon beteg, Misa. És rettenetesen féltem szegényként. Úgy félek. Még rosszat is álmodtam. Reménykedjünk. Apádnál laksz most? Ott hát. Mit csináljunk Kólyával? Ha Isten őrizt, meghalad. Mi lesz velünk akkor? Nem veszi el tőled Isten a fiacskánkot. Miért büntetne téged csak azért, mert egy ilyen semmire kellőre mentél? A karom, de fáj. Megnyomorgatott ez a gazember. Hol is tartottam? Visszajöttél, Szása. De mit mentél el? Na, ne sírj, kis törcsöny. Szeretlek, kislány. Bocsáss meg nekem, bocsáss meg. Vége a flörtnek. Miféle flörtnek? Micsoda nyárs polgári fogalmak? Szóval nincs vége. Hogy magyarázzam meg neked? Nem flört ez, hanem valami rettenetes kavarodás, de téged ne aggasszom, mert ha nincs is vége, hamarosan vége lesz. Jó, de mikor? Remélem, remélem egy-kettőre. Megint úgy élünk majd, mint eddig. Kell a fenének az az új élet. Egészen elgyötrődtem, kimerültem. Te
Ne hidd, hogy ez a kapcsolat tartós. Egy-kettőre vége lesz, elhidegünk egymástól. Mosolyogni fog ezen az egészen. Nem vagyunk mi egymáshoz valók Sophie-val. Sasha. Nem a tábornoknéval. Hát nem tudtad? Sophie-val. Jaj, micsoda aljasság! Ne gyötör már, Sasha, a karom is fáj, és akkor még te is... A tábornoknéval mind csak fagyja! De a más feleségével ez aljasság, ez bűn. Nem hittem volna, hogy ilyen aljaságra képes vagy. De megbüntet az Isten. Rákismeretlen. Hova mész? Sok boldogságot. Kinek? Magának. Szóval. Mert örökösen azokat a silány regényeket valod. Egyelőre még te vagyok neked, van egy kisfiunk, és végtére is a férjed volnék. Tudom. Mit csinál? Jaj, Sasha. Szánom, bánom, amit tettél, de ne menj el. Nélküled mi az én életem? Vodka, mocsok, meg az ilyen mindenféle oszítok. Pedig igazad lenne, hogyha elmennél. De ki fog majd téged úgy szeretni, mint ahogy én szeretlek? Ki fog majd téged úgy becsülni, mint ahogy én becsüllek? Kinek fog majd ebédet főzni aranyban? Kinek a levesét fogod elsózni kincsen? Pedig igazad lenne, hogyha elmennél? De ki fog majd téged így fölemelni, mint ahogy én fölemelek? Nem élhetsz te nélkülem, kincsen, aranyom? Ez. Nem bírom, Szás. Végem van. Te bolondozol, nekem pedig végem van, Eres! Ez nem tréfa, hallod? Én nem tudok veled élni. Most már mindenki aljasnak fog tartani téged. Eredj Isten hírével. Én megértelek. Szétszúztad a családunkat. Milyen boldogan, milyen végeségben éltünk. Nem volt nálam boldog a ember a világ. Mit műveltél, Misa? Mit műveltél? Ezt már nem teszed jóvá. Sasha! Elmész? Milyen? Még az ilyen nyomorult kis poloska is megkövezhet valamiféle megszentelt jogon. Látom, de nem abszol. Látom az arcod. Nem is hiszem, hogy tudnál aludni. Meglőttél. Tudod? Hát aztán, Isten adjon. Jó. Úgy látszik, ennek így kellett lenni. Egyszer kaptam a játékot a sorstól. Azt is elvették tőle. Hogy micsoda ember ez. Kevés volt neki a saját esze, a szépsége, a nagy lelke. Még az én boldogságom is kellett. Elvette. És én? Számítok is élő. Bizony. Itt állok betegen,
közepes képességek megáldva, nőies gyöngétsége, szentimentalizmussal mezerve, megtiportan, ráadás, tétlenség, miszticizmusra hajlamosra. A babonarcsi tempel és a barátok örökbe. Na, elégyünk, nem. Mindjárt. Azért jöttem kihívjam a párbajra. Ehelyett itt panaszkodom. Menj. Add vissza őt nekem, Platon! Ne légy kegyetlen! Add vissza, hiszen az enyém! Te így is boldog vagy! Ne is meg a barátod! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Én fölbelülöm magam becsület szavamra! Nem szabad! Isten áldjon! Uram Isten! Milyen gyomorult vagyok! Milyen szerencsétlen! Öljetek meg! Öljetek meg! Üssétek a mellemet! Szaggassátok széjjel, amíg magamat meg nem ölök! Sasha! Sasha! Az Isten szerelmére! Júj! Karom! Mert fáj. Mi történhetett vele? Tiszta vörös. Fene egye meg. A fene egye meg. Sajnálom, Sergej Pavlovics, hogy milyen szép ember volt, aztán mi lett belőle, két nap alatt szinte megrokkant. Sajnálom én a tanító urat is. Hogy ezt köszönöm? Mit? A szerelmet. Hogy néz ki, milyen lett? Nem eszik, nem eszik, nem alszik, csak körül egész nap. Menj vissza és innen még egyszer. Igen. Hát hozzá meg, menj vissza és innen még egyszer. Becsület szavát adott 10 grad, ez a kunyúval nem érte. Ennyit ér a becsület szava. És az elutazásunk. A szerelem. Nem szerelem. Nem szerelem. Maga? Maga itt van? A dolgozó szobám van. Hol? Ja, igen. Bocsásson, nem is vettem észre. Egy percet. Igen. Adjon nekem 2-3 percet. Itt tud maradni 2-3 percig. Igen. Kezdje már valamit mondani akart, nem? Igen. Elmúlt az az idő, amikor ebben a szobában nem éreztük egymást idegennek. Elmúlt. Bocsásson meg, elkalandoztam. Elutazik. Igen. Hamarosan. Még ma. Vele? Igen. Kívánom, hogy legyenek boldogok. Igen.
Jó alap a boldogságra, mondhatom, az abolátlan vér és a más ember boldogtalansága. Az egyik boldogtalansága, a másiknak boldogság. Különben ez régi igazság, és az új hazugságot mindenki szívesebben hallgatja, mint a régi igazságot. Jó. Isten önnel éljen, ahogy tud. Valamit mondani akart, nem? Persze beszélek! Mit akartam mondani, hogy... Hallgasson még, hülyeséget elbeszélek, de hadd fejezzem be! Nincs semmi megbeszélni valónk! De akarja bizonyítani, hogy vétkeztem maga ellen, nem fárasztja magát! Pontosan tudom, hogy mit gondoljak magamról! Mit bűnál, Szofi? Mibe taszítottad magadat és engem? Szállj meg az Isten szerelmét! Megőrülök! Várj velem! Ha rabod leszek, szeretni foglak, ahogy eddig szerettelek! Olyan boldog leszel mellettem, mint egy istennő! Megint álljál hozzám, fatolom! Jó, tudom, ez utópia. Hozzuk vissza a múltat, amíg nem késő. Platonok beleegyezik, ismerem jól. Nem szerető téged, csak... odaadtad magadat neki. Ő meg elfogadta. Te sírsz. Hol van Platonok? Milyen a hajlas emberek maguk mi? Hol van? Pénzt adtam neki. Megígérte, hogy elutazik. Ha beváltott az ígéretét, akkor már elutazom! Megvásárolta, mit hazudik! Ezért ügyet adtam neki, és ő lemondott magát. Lesz! Hagyja! Ne higgyen nekem! Egyetlen szabadságban! Hozzá tudok, napon vénés fiú! Tessék, menjen oda, csókolja össze! Mosom, hogy mi van, Borukas? Látói szere! Még nem jutottak odáig. Platonok felesége vagyok. A szeretője! Ha mit akarsz? Állj meg, Sofia! A szeretője vagy! Nem tudtad tenni! Hagyja! Szerzső. Te valamit akarsz előttem? Valami emészt és nem beszélsz róla. Nem vagytok jól a feleségeddel. Alig házasodtatok össze, már is veszekedtem. Mi van köztem? Inkább azt kérdezd, hogy mi volt. Na. Mi? Jó talán titok? Szörnyű szerencsétlenség szakadt a házunkra, mama. Te ne ijeszgess, csak nem haragudott meg valamiért a feleséged. Megcsalt. Van szerencsém bejelenteni, fel vagyok szarvazva. Te felszarvazva? Akkor nem tudod, hogy mit jelent? Itt Vojnicevkában nincs is a te Sofithoz való férfi. És Platonov? Hogy ő Platonov? Ő az. Ide figyelj. Beszélhet valaki butaságot, de... tartson mértéket, nem tudom, mi beszélsz. Kérdezd meg a feleségemtől. Kérdezd meg Platonovtól, ha nem hiszed. Én sem akartam elhinni, most sem hiszem, de Sofia ma elutazik. Ezt csak el kell hinnem, és Platonovval utazik el. Hát nem érted, hát nem látod, hogy hogy tengek le engek itt olyan vagyok, mint egy döglött macska. Vége van. Lehet, képzelőd. Sofia ma elutazik. Két napja egyébként sem hallok tőle, hogy Platonov szeretője. Ő mondta. Tudom, nem lehet elhinni, de... megtörtént. És most már el kell hinni, akármilyen hihetetlen is. Értem. Szóval ezért szökik. Platonov. Nincs többé feleségem, mama. De mit teszik azon a sápkoros Sofián? Mit talált abban a nőben? Te meg hogy lehetél ilyen hülye? Milyen fél vagy te? Mezes irányhoznak tudsz. Addig jobb oldalán, hogy az orrodával elvédik a feleségedet! Most már semmi sem segít. A feleségem már nem az enyém, és Platonov már nem a tiéd. Valami csak tenni kell. Platonov nem szereti Sofiát, csak elcsábította, ahogy annak idején te is elcsábítottad azt a hülye kis német nevelőnőt! Talán még mindent helyre lehet hozni. Ismerem én Platonovot egy készszorításnak vagy egy csóknak, már is akkor a feneket tud keríteni. Komoly dologra nem kerülhet egy csap közöttük, ebbe biztos vagy. Pedig sor került! Értesz is ehhez! Itt vannak! Jó napot, Szergej Pavlovics! Bocsásson meg, úgy látom, hogy zavarok. Pedig rosszkor jött vendég rosszabb, ahogy is szokták mondani, rosszabb a tatárnál is. Csak egy pillanatra jöttem, és úgysem találják ki, hogy miért. Anna Petrovna, mutatok magának valamit. Bocsásson meg, Szergej Pavlovics! Hogy?
Titkaink vannak. Ja, tessék. Olvassa el. Tegnap kaptam. Olvassa csak. Akkor azért csak oda jöttem, maga sem tudtuk, hogy mi? Vagy természet csak, nem tudom, még Platonov. Na? Tudja, bíróság elé vittem a dolgot. Küldjön el érte Anna Petrovna. Szeretném látni, milyen most az arca. Küldjön el érte, könyörgök. Csak két szót szeretnék beszélni vele. Maga nem tudja, mit műveltem. Istenem, mit tettem? Szergej Pavlovics, ne hallgatózzon! Elment a Platonovhoz. Platonovon áthelyezik az én kérésemre. Mit műveltem? De hát sejtettem, hogy ilyen levelet ír. Ha sejtettem volna. Istenem, hogy szenvedek! Marja, menj be, kérlek a másik szobába, jó? Nem jó! Sokkal bemegyek utána, csak most négy szokhoz beszélek, Szergej Pavlovics. Jó, de elküldjétek! Milyen lehet most az arca ezután, a levél után? Elolvastam, ugye? Adja ide! Adja ide! Elteszem! Anna Petrovna, kedvesem, könyörgök, megyek már! Csak küldjön el érte! Szergej Pavlovics, ne hallgatózzon! Beszéljünk németül, Anna Petrovna! Sikkenzi, majd ne légy! Menj be, kérlek, jó? Mindjárt! Ne haragudjék rám, kedvesem! Úgy szenvedek! El se tudja képzelni! Vagy egy már, Szergej Pavlovics? Tessék! Csak folytassák nyugodtan! Vagy... Te tévedsz! Hülyeségeket ne szólsz! Költözzünk el innen! Nincs remény! Egyetlen szalmaszál sincs, amiben megkapaszkodhatnánk! Várjál, mindjárt mindent megtudok. Tedig írj ki magad, menj be a szobába! Igaz ez? Igaz. Most merj! Merj szerezt! Így kimondani, ilyen nyíltan. Ilyen hidegvérrel. Igaz? Maga aljas! Aljas? Lehetne valamivel udvariasabb is. Én semmit sem tudtam, csak azt tudom, hogy ezred annyi kint sem kívántam soha Szergejnek, mint amennyit most el kell szenvednie. Na, maga nem szereti azt az asztalt. Csak unatkozott. Mama, kérdezze meg tőle, hogy miért jött ide. Ez aljasság. Aljas dolog így játszani az emberekkel. Azok is érző lények, mint maga. Mama, kérdezze meg ezt az embert, hogy miért jött ide. Jó. Platonov, miért jött ide? Magának is van nyelve. Miért Mamont fárasztja? Mindennek vége! Kifücsült a gőz, futcs az életnek! Oda az emberi méltóság, a becsület, a nemesen előkelő gondolkodás, minden! Itt a vég! Nem hallgatom tovább, lesz szíves távozni! Természetesen te most boldogtalan vagy, de hol marad a te boldogtalanságod azoktól a szenvedésektől, amelyeket nekem kellett kiállnom, miután elmentél? Könnyen meg lehet, de nekünk mi közünk a maga boldogtalanságához? Hol vannak már emberek? Kiért meg engem? Ostobák, kegyetlenek, szívtelenek! Nem, én megértem. Mélyen tisztelt uram, egykori barátom. Nagyon is megértem. Nem áll jól önnek, ha sajnáltatja magát. És azt is megmondom, hogy ki maga. Agyafurt gazember! Megbocsátom neked ezt a szót, mert ostoba vagy. De most már jó lesz, ha vigyázol és befogod a szádat. Maga pedig, tisztelt asszonyom, mit bámészkodik itt? Kedveli a szenvedélyes jeleneteket? Érdekes a szituáció? Magának itt semmi keresni valója? Nincs szükségünk tankra! Nem elég, hogy Berondit nem mocskom, minden még van képe idejönni a saját vényeiről panaszkodni? Ha nem akar még keményebb szavakat hallani, menjen innen, könyör! Mit akar még tőlem ez az ember? Nem értem! Mit akarsz? Mire válsz? Egyszerűen nem értem! Már bánom, hogy szóba álltam magukkal. Megalázkodtam. Eléggé ostoba voltam, amikor azt hittem, hogy maguk rendes emberek, pedig ugyanolyan vad emberek. Bárgolatlan paraszt népség! Szerintem is mondd meg még. Mi mondtam? Hát nagyon jól, jó szándékezeti, de meg kellett volna értened, de te kegyetlen voltál hozzá. Fuss utána békés ki magad! Képtelen vagyok, hagyunk neked! Nem csak ő a bűnös, mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyiunkat elsomorodnak a szenvedélyek, senki sem elég erős. Menj utána, mutasd meg neki, hogy te is ember vagy. Megőrülök! Ha megőrülök is, akkor kisomod, hogy más embereket sérteket! Hagyjuk neked magad! Akkor én legyek! Hey!
odakint zúg. Éhesodok, mint egy kivert kutya. Mindenem fáj. Vége az életemnek. Értsék meg, vége. Mit akarnak még tőlem? Mit akarnak még? Mit akarnak még? Jair Vasilics. Bocsásson meg egymásnak. Váljunk el úgy, ahogy illik. Én megbocsátok. Becsület szavamra megbocsátok. És ha el tudnám feledni mindazt, ami történt, én olyan boldog lennék, mint még soha. Ne bántsuk egymást. Jó! Mindennek vége. Elromlott a masina. Kirazultak a csavarok. Odakint zuhog. Aludni akarok. Nem megyek haza. Ha rám gyújtják a házat, akkor sem. És akinek terhes a jelenlétem, azt távozhat! Itt lefekszem. Adjanak valami meleget! Mely ételt! Takarót! Odakint zuhog. Itt lefekszem. Mihály Vasilics. Menjen haza. Majd én elküldöm, amire szüksége lehet. Vagy elviszem én magam. Menjen haza. Vizet! Adjanak vizet, szóval halok. Élni akarok. Vizet adjanak. Köszönöm. Beteg vagyok, nagy méltóság, szörnyem. Milyen forró, majd elküldök a doktorért, de most menjen haza. Cudarul vagyok, nagy méltóság, ajaj, cudarul. Hát aztán mit közünk hozzá? Okvetlenül el kell utaznia. Ajaj. Menj vissza a pénzét. Micsoda nagy lelkőség. Azt hiszem, megmondja már magának, hogy... Maga itt van. Ez különös. Mit keres maga itt? Mármint, hogy én? Igen, maga. Szergel, megyünk innen. Sophie. Mindennek vége. Hogy vagy? Úgy, hogy. Meg később megbeszéljük. Platonom, mit jelentsen ez? Nem kell nekem semmi sem. Se szeretet, se gyűlölet. Csak egy kell, hagyjanak békén. Már beszélni sincs erőm. Elegem van mindenből. Mit mond? Azt, hogy elegem van mindenből. Nem kell nekem az új élet. Azt sem tudom, hogy a régivel mihez kezdjek. Nem kell nekem semmi sem. Nem értem. Nem érti? Szétbomlott a kötés. Na! Azt akarja mondani, hogy maga nem utazik? Azért nem kell mindjárt elsápadni, Szofi! Akarom mondani, hogy Szofi a jegorom. Valami aljaságra kész. Úgy látszik. Maga gazember! Tudom, már százszor hallottam. De majd később megbeszéljük. Négy szem közt bemehetnék a maga szobájába is. Úgy látszik, mindennek így kellett történnie. Az életnek megvannak a maga törvényszerűségei, a mi életünknek is megvan a maga logikája. Nyilván e szerint, a logika szerint kellett történnie mindennek. Hogy jövök én ehhez? Mi közöm nekem? Mi köz az én életemnek ahhoz, hogy maga kimerült? Nem szeret már? Jaj, ha tudná, hogy utálom ezt az egészet. Beteg vagyok! Esküdözött, könyörgött, ő volt a kezdeményező, most meg ide jön! Szóval megutált. Szóval csak két hétre kellettem. Gyűlölöm magát, de parodja innen! Menjen innen! Na szóval menjen el innen! Várjon! Várjon, ne menjen el! Maga talán része. Jöjjünk le ide, jó? El kell engem ásni jó mélyre, hogy ne fertőzzem a levegőt. És én? Én mit csináljak? Én mihez kezdjek? Adjon tanácsot. Ezt nem akarom. Én persze nem sok így. Ne!
nézzel! Én azt akarom mondani... Tiszta ügyesség! Takarodjanak innen! Nem! Nincs szükségem a segítségükre! Menjen innen maga is, menjen innen! Menjen innen! Ha maga nem tartja a rontó hatalmába, nem tett volna tönkre engem! Ez nem kell, Szóval. Ez nem kell! Tudom, hogy kinek köszöntem ezt az egészet, de ezt nem viszi veszem az ott. Menjenek, könyörgöm! Menjen el maga is! Maga is menjen el! Úgy viselkedik, amik aki félkegyelmű, mit akar még? Mondatok én nekem bejelentés, Dominok, hogy attól kókaszám, maradjon! Attól csókolom, hogy aztán a két bolond egy pár! Menjen már, hát ez szörnyű! Mit sincs? Én nem is tudom! A tragédia végéhez közeledik, tragikus úr! Itt a végkifejlet! Mit akarsz? Hát micsoda szerencsétlenség, ki hitte volna? Mi történt? Mi történt? Persze, nem is tudod, mi között hozzá, erre bezzeg nem érsz! Beszéljen már, doktor! Szása! Beszélj már, mi történt, mi van vele? Gyufát ivott! Mi beszélsz? Gyufát ivott? Tessék, olvasd már, filozófus! Betegen dobtam el magamtól az életet, Mise szeres Kolját és a bátyámat, ahogy én szeretlek, én tisztességesen. Szása megmérgezte magát, nem csak ez hiányzott. Hol van? Hallod? Rohanok hozzá, én föltámasztom. Feltámasztod? Nem kellett volna halálba kergetni? Miről beszélsz, te őrült? Talán én akartam a halálát? Szása megmérgezte magát. Csak ez hiányzott ahhoz, hogy úgy érezzem magam, mint elgázolt kutya az úton. Megmérgezte magát. Na! Mit néznek? Örülnek? Boldogok? Jó. Most jön a sírás, ami azt illeti, ez hamar megy nálad. Az a szerencsétes ígér, hogy ma hajnalban hazaugrottam. Miért volna, nem megyek haza? Ha nem találom meg a húgomat, ha meghal? Érted ezt? Mert te mindent értesz! Csak éppen a legegyszerűbb dolgokat te! Valóld is sokan! Már az egész társaságot unodok. Menjünk! Na! Azt mondom, nem halt meg, jobb szeretnéd, ha meghalt volna, mi? Szása nem halt meg! Nem halt meg! Nem. Én szietettel föl sem próbálkozni! Érdemes megmondani, ma valami mindenki megnyílt. Ha én nem lennék, már nem élne. Nem tetted meg, te kedves drága ember. Eddig soha nem hittem az orvostudományban. Ezek után a te tudományodban is hiszek. Anna Petrovna, adjon egy pohár hidegvizet és rögtön kutyabajom. Menjünk Szásához, támasszuk föl, kimaradna életben, ha nem ő. Szédülök. Figyelek. Percet pihenek. Ó, ez nem lehet így. Köszönöm. Maga okos, drága asszony. Gazember vagyok. Közönséges gazember. Hát, gyere, hűlem elég bizonyára, te is nagyon kimentél. Nagy adag gyufát. Épp elég lett volna ahhoz, hogy meghalljon. Doktor, vigye haza. Menjünk. Szergely! Ne búslakodj! Viselkedj filozófushoz méltóan! Anna Petrovna! Egy kis zongora mászik a mellém! Milyen vicces! Nikolaj! Játsz rajta valamit! Szétülök! Beteg vagyok! Kalapom azt hiszem nem volt. Keresd meg a kalapom! Ezt előre kellett volna látni. Én odaadtam magam neki, nem kérdeztem semmit. Tudtam, hogy megölöm ezzel a férjemet, de én nem ismertem a kadát. Platonov. Platonov, mit művelt? Platonov. Ez most nem a megfelelő pillanat. Platonov, mit művelt velem? Platonov, szabad ezt. Emberséges dolog ez. Gúnyt tűzni a másikból. Az egész életében, Platonov, én már nem is élek. Platonov, mentsen meg, még nem kés. Platonov, még nem kés. Micsoda flamasz? Gondoltam most neki. Platonov, hallottad? Platonov, utoljára kérdezem. Nem? Jó, nem kell? Ne válaszoljon! Senki állt! Látod, nem! 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 Látod,
Nikolaj! Cigarettát! Vizet! Meg kellene ölnöm magamat. Finita la commedia. Most akkor meghalok. Most már fájat akarom, ahogy akar. Nincs erőm megtenni. Élni akarok. Még élni. Nincs egy kis víz. Ki az? Halálos ellenségem. Bíróság elé állunk holnap? A levélő után természetesen nem vagyunk többé ellenség. Mindegy. Nincs egy kis víz. Beteg vagyok, elviselhetetlenül szenvedek. Az imént főbe akartam lőni magamat, nem lett a dologból semmi, az élet ösztön. Éles szemű, okos kisasszony, milyen hideg a kis kezem. Hajlandó meghallgatni. Beteg vagyok, vigyen magával. Aludni akarok és nincs hol. Adjon egy kis zugot, akár a fészerben is. Kis vizet, cigarettát, kinint. Kölyök! Menjünk, persze, szívesen. Nálam elakadt, ameddig csak akkor. Még nem is sejti, mit műveltem. Menjünk! Merci, okos kisasszony. Vizet, ágyat, cigarettát. Esik még odakint? Esik. Akkor meg kell várnunk, míg eláll. Nem megyünk bíróság elé holnap, ugye? Szent a vég. Félre beszélek. Dehogyis, induljunk, Fedett Hintóval jöttem. Nagyszerű kislány vagy. Én nem akarok tőled semmit, csak azt a hideg kis kezedet akarom megcsukkolni. Nem kell. Olyan furcsa az arca. Eresz el a kezemre. A pofidat. Azt az édes kis pofidat. Én mindenkit szeretek, mindenkit. Én senkit nem akarok megbántani, és mégis mindenkit megbántok, mindenkit. Mindent értek, megértem a helyzetét. Sophie, ugye? Annyian vagytok, és mind szerettek. Mind, még ha meg is bántom valamelyik őtöket, akkor is például Grekovát is odalöttem az asztalra, mégis szeret. De hiszen maga az... Védkeztem. Az egész Platonov. Nem akarok ki magától sem. Csak azt mondja meg. Szeret. 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 Igen. Mind. Igen. Mind szeretnek. Ha meggyógyulok, megrontom. Igen, mindegy. Én semmit sem akarok. A szememben csak ember vagy. És a többiekről tudni sem akarok. Tegyél velem, amit akarsz. A szememben csak ember vagy. Ember! Most megértem Oidipus királyt, aki megvakította magát. Békebíró küldött. Nincs semmi baj, Pati. Igyon egy kis vizet. Adjanak neki 3 rubelt. Szedj fel a fejjel, nincs semmi baj, Felép, hogy nincs semmi baj. Ne veszítsük el a fejünket. Nincs semmi baj. Felép, nincs semmi baj. Felép, nincs semmi baj. Gyors, menj el! Tessék kimenni! Sophie! Tessék kimenni! Most már nincs semmi, vagyok! Jogod, mert nincs!
Oh, my God.